Köszöntöm a Gemini Televízió minden kedves nézőjét, a 18. évfolyam 35. heti adását látják. A műsor elején nézzük együtt az ajánlót. Adásunkat a heti frisssel kezdjük, utána Mészáros Sándor polgármester lesz a vendégünk, majd a lelki otthon rovatunk jelentkezik. Ezt követően a Frösd szombatról számolunk be, adásunk végén pedig a református istentiszteletet tekintetik meg. Következzenek a legfrissebb hírek, információk. A műsorajánló támogatója Zlinszky Istvánné női fodrász és a Kisoptika, ahol minden szemre való. Hadházi László önálló estet tart Monoron. Szeptember 9-én 4 program is lesz városunkban. Felújították a Kistói aluljárót. Módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok. Idén is lesz Nyáregyháza fesztivál. Szeretettel köszöntjük a heti friss nézőit. Az Érthető zene gyerekeknek címmel szeptember 15-én 18 órától a Vigadó dísztermében komoly zenei koncert lesz, mely Mocsári Károly mesél és zongorázik. A szervezők várják a diákokat, szüleiket, tanáraikat az ingyenes, de regisztrációhoz kötött programra. Hadházi László önálló estet tart. Tévé Laci, a világ és ami helyette van címmel a Monori Vigadóban. Szeptember 28-án, melyre a jegyértékesítés megkezdődött. Az Anyateljes Világnap alkalmából a Védőnői Szolgálat idén szeptemberben ismét megszervezi az anyukák és kisgyermekek részére a világnaphoz kötődő rendezvényt. A szeptember 9-én 9 órakor kezdődő program helyszíne a Monori Művelődési Központ. A részletekről a Védőnői Szolgálat vezetője Molnárné Virág Erika a tájékoztatást. Erika, szeptember 9-én ismét Anyateljes Világnap lesz, immár sokadik alkalommal. Mióta is szervezitek? 14. éve. Most, hogy az előbb beszélgettünk róla, hogy körülbelül mikor kezdődött, igen, immár 14. éve. És mi is 14. éve gyakorlatilag beszámolunk erről az eseményről. Mi fog történni ezen a délelőtön a Monori Művelődési Központban? Tehát akkor ezt a délelőtöt hangsúlyozzuk ki egy kicsit. Szeptember 9-e, 9-től délig, és akkor a Művelődési Házban lesz az Anyateljes Világnapi rendezvényünk, szűrővizsgálati nappal egybekötve. Mi az, amit lehet tudni? Ugye mindig van egy hivatalos megnyitó, idén is lesz? Így van, dr. Zsombok László polgármester úrunk fogja megnyitni a rendezvényt. Elvégre önnek is aktuális a dolog, hiszen ottan vannak a picúrok, úgyhogy várjuk a polgármester urat is, meg a kedves családját is a rendezvényre. Mire hegyezitek ki idén ezt a rendezvényt? Ugye minden évben van egyfajta tematika, ami alapján dolgoztok. Idén mi lesz a legfontosabb? Természetesen fő mottónk az oktatás, tehát az egész rendezvény e köré csoportosul. A szoptatásra és az anyateljes táplálásra szeretnénk felhívni a figyelmet az idén is. Szeretnénk a sokáig szoptató anyukáinkat köszönteni. Ezen kívül a másik fő témánk az a zene, a zene világa, a zene hatása a pici babákra, a családokra. Kik lesznek a közreműködők ezen a napon? Hát természetesen a Monori Védőnői Szolgálat, valamint köszönjük a polgármesteri hivatal segítségét, mert anélkül nem jöhetett volna létre ez a rendezvény. Lesznek anyukáink, amik különböző kézműves csoportok, csoportfoglalkozásokat fognak bemutatni, végezni, és hát ezen kívül pedig a Monori Egészségügyi, Magánegészségügyi Központ vállalta a másik főszerepet a rendezvény lebonyolításában, a szűrővizsgálatokat ők fogják végezni. Milyen szűrővizsgálatokra és kik mehetnek el ezen a napon? 0-tól 99 éves korig várunk mindenkit, aki nem akar túl sokat sorban állni a rendelőintézetben, hanem úgy gondolja, hogy vérnyomásmérésre, belgyógyászati vizsgálatra, vércukorvizsgálatra, szemészeti vizsgálatra, vagy csak beszélni szeretne egy egészségügyi dolgozóval, mindenkit szeretettel várunk. Nagyon fontos része ennek a napnak a babafotó pályázatotok, aminek ugye szeptember 1-jével gyakorlatilag lejár a beadási határideje. Mi értelme van ennek az egész fotópályázatnak? Mit nyerhetnek ezzel az anyukák? Hát nagyon-nagyon szeretik ezt az anyák. Mindenki szívesen dicsekszik a babájával, akik szépek, aranyosak, és meg lehet mutatni a nagyvilágnak. Úgy gondolom, hogy ez az egyik fénypontja a rendezvénynek. És akkor mondjuk el a legfőbb dolgokat még a programmal kapcsolatban. Amikor, ahol, a hány órától, ameddig? Tehát szeptember 9-e, Művelődési Központ, 9 és 12 óra között várjuk az érdeklődőket.
Ugyancsak szeptember 9-én látványos felvonulással kezdődik a Kék Lámpás Nap, melyet a monori mentősök, rendőrök, tűzoltók, katasztrófavédők szerveznek. 9 órakor Pogáncsás Tibor államtitkár hivatalos megnyitóját követően a különböző szervezetek bemutatóit tekinthetik meg. Idén is megrendezésre kerül a Monori Tavasparkban a 9. bárkamozgató verseny, a Vitéz Kaszala Károly modellezőkör és a Gombai Sportegyesület szervezésében szeptember 9-én. A szervezők már 8:30-tól várják a modellezés szerelmeseit. Szeptember 9-én 11 órától hívja és várja önöket a Monor nagytemplomi református gyülekezet a Kálvin térre, a hagyományos nyílt napra. Mai műsorunkban a Lelki Otthon rovatban Schaller Tamással ennek a délutáni programnak a részleteiről beszélgetünk. A Monori Kövázi RT tájékoztatja a lakosságot, hogy a vegyes csomagolású, azaz a sárga zsákos hulladék elszállítása a következő időpontokban történik. Monor 1-es körzetében szeptember 4-én és 18-án, a 2-esben szeptember 5-én és 19-én, a 3-as körzetben szeptember 6-án és 20-án, Monor 4-es körzetében szeptember 7-én és 21-én, míg az 5-ösben szeptember 8-án és 22-én, Péteriben szeptember 11-én és 25-én, Vasadon szintén szeptember 25-én szállítja el a szolgáltató a sárga zsákos hulladékot. A zöld zsákos hulladék elszállítása szeptember hónapban egy alkalommal történik, mégpedig városunk 1-es körzetében szeptember 11-én, a 2-esben 12-én, a 3-asban 13-án, a 4-esben 14-én, az 5-ös körzetben pedig 15-én. Péteri településen 26-án, Vasadon szeptember 27-én szállítják a zöld zsákos hulladékot. Ne feledjék, hogy a zsákokat a forgalmat nem akadályozó módon tehetik ki. Az elmúlt héten felújításra került városunkban a Kistói aluljáró. A Magyar Közút ZRT kezelésében lévő útszakaszon felmarásra került az aszfaltréteg felső, javított rétege, majd újra aszfaltozták az úttestet. A Monori Városi Úszoda értesíti az érintetteket, hogy az augusztus 21-e és szeptember 3-a között végzett karbantartási munkálatok után szeptember 4-én reggel 6 órától ismét várják önöket az általános nyitvatartási idő szerint. A MÁV értesíti az utazóközönséget, hogy a Budapest-Szeglét-Szolnok vasútvonalon több járat is módosított menetrend szerint közlekedik a következő időpontokban. 2017. szeptember 4-től 8-áig, 2017. szeptember 11-től 15-éig, szeptember 18-ától 22-éig, illetve szeptember 25-től október 31-éig. Részleteket városunk honlapján találhatnak. Szeptember 8-án és 9-én 7. alkalommal rendezik meg a szomszédos településen Nyáregyházán a Nyáregyháza Fesztivál. A kétnapos fesztiválról mai műsorunkban Mészáros Sándor polgármester úrral beszélgettünk. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő hétre. Holnaptól már hűvösebb időre számíthatunk. A hőmérséklet 24 és 23 fok között alakul. Ha ez pedig nem lenne elég, záporok és zivatarok fogják megnehezíteni a mindennapjainkat. Így azt tudjuk javasolni a kedves nézőinknek, hogy készítsék elő esernyőiket. Aki pedig kevésbé szereti az esős időt, ne csüggedjen, mert egyelőre az időjárás jelentések szerint jövő hétvégén már kellemesebb időre számíthatunk, így bátran részt vehetnek az általunk említett programokon. Köszönjük figyelmüket, legközelebb egy hét múlva jelentkezik a Heti Friss. Mészáros Sándorral, Nyáregyháza nagyközség polgármesterével azért ültünk le a stúdióban egy kellemes beszélgetésre, hogy felidézzük az elmúlt években megrendezett Nyáregyháza fesztiválok történéseit, és elmondjuk önöknek, mire számíthatnak 2017-ben a 7. Nyáregyháza fesztiválon. A beszélgetés előtt egy összefoglaló kisfilmet is láthatnak a tavalyi évről, melyet polgármester úr bocsátott rendelkezésünkre. We'll be right back.
Kedves nézőink, nagy szeretettel köszöntöm a Gemini Televízió stúdiójában Mészáros Sándor polgármester urat. A témánk pedig a 7. Nyáregyháza Fesztivál lesz. Örülök, hogy ismét itt van nálunk. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőket. Ugye, amit tudunk erről a programról, az így teljesen egyszerűen, hogy 2017. szeptember 8-a és 9-e. Én egy picikét az előzményekre is kíváncsi lennék. Ugye 7 évvel ezelőtt egy kerek évfordulót ünnepelt a település, amikor ez a kvázi falunap elindult, aztán abból nőtte ki magát fesztivállá. Jól gondolom-e? Igen, 2011-ben ünnepelte a település a 600. születésnapját. Ugye 1411-ből való az a birtokadományozási levél, amiben először említik Nyáregyháza nevét leírva, és akkor úgy gondoltuk, hogy ezt úgy ünnepeljük meg, hogy egy olyan nagyobb volumenű rendezvényt valósítunk meg, ami még korábban a településünkön nem volt, és ez olyan jól sikerült, hogy a képviselőtestület úgy döntött, hogy a rákövetkező évben is ezt folytatni kell, és aztán az is szintén hasonlóan nagy sikert aratott, és ez már akkor ezek szerint 6 éve tart, és most a 7. fogjuk megrendezni. Bízom benne, hogy hasonlóan jó érzésekkel fogjuk végigélni ezt a 2 napot, és hasonlóan jó érzésekkel fogjuk zárni is. Milyen tapasztalatok vannak most már a szervezők birtokában, a település, a lakosság birtokában az elmúlt 6 évet tekintve? Hát egyre több tapasztalatunk van, mert ugye vannak bizonyos dolgok, amelyek a rendezvényen állandóak. Ugyanakkor mi egy olyan csapat vagyunk, akik mindig szeretünk újítani, és új ötleteket, úgymond innovációkat beletenni ebbe a rendezvénybe. Tehát nem működik ez úgy még a 7. alkalommal sem, hogy hát most már mindent tudunk, és mindent kis újból meg tudunk oldani. Erre mondják azt, hogy a jó pap is holtig tanul, nem? Igen, és mindig próbálunk újdonságokat belevenni ebbe a rendezvénybe. Úgyhogy az idejében se volt ez másképpen, és ezek bizony elég sok plusz feladatot, meg újdonságot jelentenek a már megszokott szervezőgárdának is. Hát ha már a szervezőgárdáról beszélünk, akkor mekkora csapat kezd el gondolkodni 2016. szeptember első hétvégéje utáni időszakban azért, hogy a 2017-es ismét jól sikerülhessen? Hát egy 4-5 emberről beszélünk alapvetően, akik ennek a magját alkotják, illetve van egy olyan személy, aki az egészet összefogja és koordinálja, tehát mindenképpen szükséges az, hogy legyen egy ember, aki irányítja és levezényli a dolgot, de a döntéseket tulajdonképpen közösen hozzuk meg, az előkészítő munkálatokat amennyire tudjuk szétosztjuk különböző feladatkörökre. Nagy munka hárul, én úgy gondolom, mindannyiunkra, és nagy segítségre van szükség a rendezvény előkészítésében is, meg aztán a megvalósításában is. Ennek a szervező csapatnak ugye 4-5 főről beszélünk, meg ugye ott van a fővezér, aki az irányvonalat is képviseli. Az ő munkájukban mennyire tudnék én beleszólni, mint nyáregyházi lakos? Várják-e a csapat tagjai az építő kritikákat? Isten ne adja azt, hogy kit szeretnének látni a nyáregyháziak, mint őslakosok ezen a programon? Igen, volt is korábban olyan évünk, amikor adtunk erre lehetőséget, hogy lehetett választani akár, vagy szavazni a fellépők vonatkozásában, meg természetesen a mai digitális felgyorsult világunkban, amikor a zsebünkben, a mobiltelefonban ott van az egész világ. A Facebookon keresztül ugye érkeznek javaslatok, akár nyílt, nyilvános oldalakon is, ez mindenki számára megtekinthető, akár a személyes üzenetekben szoktunk kapni javaslatokat a helyi lakosoktól is, környékbeli településekről is, és ezeket igyekszünk figyelembe venni, de azt tudni kell, hogy azért ezeknek a fellépéseknek az időpontjait az év elején már véglegesítjük, tehát az, hogy valaki mondjuk májusban jön egy ötlettel, azt nagy valószínűséggel majd csak a következő évi rendezvénybe tudjuk beépíteni, hogyha az előadó éppen már abban az évben foglalt, meg hát természetesen azért ennek a rendezvénynek nem végtelen a költségvetése. Elég sokat küzdünk azzal, hogy az elmúlt 6 évben igen jelentősen emelkedtek az árak, tehát itt nem infláció követésről beszélünk, hanem 50-60, adott esetben 100%-os drágulásokról. A mellétett önkormányzati forrás pedig ilyen mértékben nem tudtuk emelni, úgyhogy számítunk a támogatóknak a segítségére, és sokat teszünk is azért, hogy minél több anyagi forrást az önkormányzatin kívül mellé tegyünk ez a rendezvényhez. Az önkormányzatnak egyébként van lehetősége egy ilyen nagyszabású rendezvényre,
valahonnan támogatást kérni, akár egy EU-s pályázat kapcsán valamit befejleszteni, és akkor azáltal egy kicsit több összeghez jutni? Vannak ilyen lehetőségek, vagy ez itt ebben a tekintetben nem játszik? Elég kevés pályázati lehetőséget találtunk az elmúlt években, amikor a harmadik alkalommal rendeztük meg ezt a fesztivált, akkor volt egy líderes támogatás, az egy 1 millió forint összegű támogatás volt, és számítunk arra, hogy lesz majd egy következő körben is, de ezek nincsenek minden évben, tehát lehet, hogy már csak jövőre fogunk tudni hasonlóan egy ilyen líder összegre pályázni, illetve vannak a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázati források néhány százezer forintos összegben, illetve hogyha a rendezvény az valamiféle Hungarikum köré épül, akkor esetleg ilyen hungarikumos pályázatot lehetne elcsípni. Csak hát az a helyzet, hogy ezekre olyan szintű túljelentkezés van, hogy mondjuk 8 órakor megnyílik egy pályázati felület, és 9 órakor bezár, mert pillanatok alatt meghaladja az igénylés a rendelkezésre álló keret több mint kétszeresét. Hát reméljük, hogy egyszer azért sikerül majd, és mondjuk a jubileum a 10-en majd egy jó nagy bulit csapni, bár az eddigiek sem voltak kicsik, azt meg kell hagyni. Ahhoz, hogy beszélni fogunk majd arról, hogy ki mindenkivel találkozhatnak a nézők ezen a két napon, de azt gondolom, hogy a rendezvény nagyságát azt igazából a közönségen lehet nagyon-nagyon lemérni. Azért ott több ezren megfordulnak. Igen, ezt sokan kérdezték tőlünk, hogy mégis mekkora a látogatottsága ennek a rendezvénynek. Pontosan nem tudjuk megmondani, hiszen egy ingyenes fesztiválról beszélünk, nincsenek jegyek, nincsen beléptető rendszer, tehát nagyjából a területi adottságok alapján tudjuk azt megmondani, hogy adott területen hány ember lehet jelen a rendezvényen. Én azt gondolom, hogy pénteken is és szombaton is olyan 3-4 ezer ember körül meg szoktak fordulni nálunk, aminek nagyon örülünk, de alapvetően én azt is gondolom, hogy nem elsősorban ez a fontos mérőszám, tehát nem a látogatóknak a száma, hanem inkább a rendezvénynek a minősége az, ami nekünk elsődlegesen a szemünk előtt lebeg akkor, amikor ebbe belevágunk. Tehát egy olyan helyszín van egyébként, azt gondolom ott a Községháza udvarán, ami eleve egy olyan hangulatot teremt, ahol az ember jól érzi magát, hogyha eljön, és olyan társaság is szokott összejönni, hogy tényleg régóta nem látott ismerősök találkoznak egymással, barátok, távolabbi rokonok. Tehát ez egy olyan központi találkozó hely is lett az elmúlt években, ami vissza-vissza vonza évről évre a már Nyáregyháza korábban megfordult embereket, nem csak a helyi lakosokat. Úgyhogy mi inkább a színvonalasabb programok irányába, illetve a rendezvény egészének a minőségére helyezzük a hangsúlyt, meg hát természetesen ahol tudjuk, hirdetjük, hiszen ha már mi is ennyi energiát, pénzt és munkát beleteszünk, akkor szeretnénk, hogyha minél többen tudnának róla, és az pedig, hogy hányan jönnek el, az pedig majd kialakul, de nem ez az elsődleges szempont. Nagyon fontos dolog mindig, és erről már beszéltünk, ugye a részletes és állandó programok, amik stabilan adják a keretét, vagy a gerincét akár ennek a két napnak, meg a megújulás. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy azért erre a programra nem csak felnőttek, hanem családok is kilátogatnak. Teret kell biztosítani a gyerkőcöknek, a fiataloknak, a tiniknek, a mi korosztályunknak sem árt, és hát az idősebb korosztályt is illik azért kiszolgálni, mert ők is szép számmal részt vesznek, és nem csak a helyiekről beszélek. Hogy lehet az egészséges és jó egyensúlyt megtartani, hogy akkor meglegyen mindenkinek az igénye, meglegyen a minőség, és mindenki tényleg jól érezze magát, akár a nagymami is a gyerkőcök programjára. Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog, abból kell kiindulni, amit mi a legelső rendezvénytől kezdve gyakorlatilag így gondolunk és így érzünk, és tulajdonképpen mindenféle erőködés nélkül ez így alakult ki, hogy igyekszünk sokszínű programokat a 0-tól 99 éves korosztályig biztosítani, tehát nem megyünk el egy irányba, nem csak a fiataloknak vagy a bulizós hangulatot kedvelőknek kínálunk programokat, hanem vannak tényleg az egészen piciknek gyermekprogramok, és vannak az idősebbeknek is olyan érdekes kiállítások, bemutatók, amelyek néptánccsoportok, amelyek azért az idősebb korosztályt vonzák. De számunkra ez nem is volt kérdés, hogy ennek a rendezvénynek így kell kinéznie, tehát ez különösebb erőfeszítés nem igényel, ez számunkra természetes. Az elmúlt 6 évben nagyon sok hírességgel találkozhattak a Nyáregyháza Fesztiválra kilátogató közönség.
kik voltak azok, akik nagyon-nagyon szimpatikusak voltak az ott lévőknek, akiket mondjuk visszavárnak egy, két, három, vagy akár éppen négy év múlva? Hát ezt én tulajdonképpen most nem tudnám megmondani, hogy az ottani tömegnek melyik előadó volt a legszimpatikusabb, és hogy vajon visszavárnak-e közülük valakiket. Mi arra törekszünk, a szervezők részéről tudnám ezt megvilágítani, arra törekszünk, hogy azért nem minden évben ugyanazok a fellépők legyenek, tehát itt nem is volt az elmúlt időszakban olyan, hogy valaki kétszer szerepelt volna a Nyáregyháza Fesztivál színpadán. De a mi oldalunkról viszont, ha a szimpátiát kérdezi, akkor az előadók és a mi csapatunknak, a szervezőknek a viszonya meg a kapcsolata az maximálisan pozitívnak mondható. Tehát úgy álltak hozzá a fellépők is ehhez a rendezvényhez, nem úgy, hogy eljönnek egy kis vidéki faluba, és akkor legyünk ezen túl, hanem látták azt, hogy mi milyen szinten tettük oda magunkat a szervezés vonatkozásában, milyen szinten szolgáljuk ki őket és az igényeiket, látták azt, hogy milyen technika van, milyen szeretettel fogadják őket az emberek, és megjegyzik azt, hogy Nyáregyházán jártak, és mindenki azt mondja, hogy nagyon nagy örömmel jönne hozzánk vissza, úgyhogy elképzelhető, hogy lesz majd azért ilyen, hogy valaki még fel fog lépni a fesztivál színpadán, aki már korábban ezt megtette. Úgyhogy ezzel gyakorlatilag nekünk az a célunk, hogy Nyáregyháza nevét és hírét öregbítsük, és ezek a fellépők is, meg természetesen a rendezvényre ellátogatók is vigyék Nyáregyháza hírét szerte az országban, mert ezt már többször elmondtuk, de nem lehet elégszer, hogy azt szeretnénk, hogyha soha nem kevernék össze Nyáregyházát Nyíregyházával. Hát szerintem, aki ott jár ezeken a programokon, az bőven nem keveri össze. Beszéljünk egy kicsikét a konkrét két napról, és hogy mi az, amit kínál ez a fesztivál. Péntekenként hozzászokhattunk, legalábbis az elmúlt éveknek az volt a struktúrája, hogy polgármester úr egy kiállítás megnyitó keretében gyakorlatilag megnyitotta a Nyáregyháza Fesztivált, és aztán talán népzenei találkozóvá is válhatott ez a délutáni, késő délutáni rész, és utána jöttek a nagy fellépők. Így lesz ez 2017-ben is? Igen, úgy gondoljuk, hogy ez bevált már az előző években, és ezt folytatjuk. Pénteken 5 órakor fogja megnyitni a kapuit a rendezvény. Ugye éppen jó ez az időpont abból a szempontból is, hogy addigra nagyjából mindennel elkészülünk, a színpaddal, a büfékkel és egyebekkel, meg hát akik dolgoznak még azon a napon, az 5 órai időpontra talán haza tudnak érni. Ugyanúgy megnyitóval, kiállítás megnyitókkal kezdődik a program, de már pénteken lesznek vendégtelepülésekről érkező fellépők Csépharasztról, Vasadról, és ezt követően pedig a komolyabb színpadi fellépők jönnek a színpadra. 6 órától egy perui népzenei csoport lesz látható, akik az Inti Raymi nevet viselik, és gyakorlatilag a saját hagyományukat őrizendő fogják bemutatni ezt a népzenei kultúrát. Ezt követően 19.30-tól Zoltán Erika lesz a színpadon, aki most már retro előadónak mondható, de én azt gondolom az elmúlt évek tapasztalata alapján, hogy amikor a retro diszkó zenéi felhangoztak, igen sok Zoltán Erika számot hallgattunk meg közösen és táncoltunk rá, úgyhogy most ezt meghallgathatjuk élőben is. És utána pedig élő zenei koncert lesz, Szikora Róbert és az Ergo együttes lesz a vendégünk, ők egy másfél órás élő koncertet fognak majd adni. Azt gondolom, hogy ez is egy kuriózum, talán a térségben nem volt hasonló élő koncertjük az elmúlt egy-két évben. 11 órától a diszkó irányába megyünk el egy picit, az én gyermekkoromnak az egyik fiatal csapata, a Desperado lesz a színpadon, utána pedig folytatjuk ezt a vonalat, és egy ilyen retro diszkós, videó diszkós éjszakába nyúló szórakozási lehetőséget kínálunk. És ha valaki nagyon-nagyon sokáig ott van a diszkóban, akkor mikor kell felkelnie ahhoz, hogy szombaton biztosan odaérjen a programokra? Hát ez nagyon jó kérdés, hiszen ugye éjjel három óráig szoktunk általában ott lenni, néha még ez tovább is elhúzódik, és éppen ezért a szombati programokat is inkább egy kicsit később időpontra toltuk, tehát mindenkinek lesz lehetősége kipihennie és kialudnia magát, és a szombati programok azok délután 1-2 óra körül fognak kezdődni. Természetesen a versenyekre azokra be lehet nevezni, főzni is lehet idén is, és lesz ugyanúgy pálinka verseny, lesz gyümölcsös édességek versenye,
tehát elindul a szombati nap is szépen lassan, de a délutánra fog gyakorlatilag felpörögni. Bár ugye Vidán Parkkal is készülünk, és a gyermekek tudom, hogy nagyon szeretik a Dodgemet, meg az ugrálóvárat és hasonló társaikat, úgyhogy szombat délelőtt talán erre is alkalmas vagy jó időpont lehet, hiszen akkor a színpadon nem lesznek programok. Meg hát tudjuk, hogy a gyerekek hihetetlenül korán kelők, mi bármennyire későn fekszünk is, ők azért 6 óra, fél hét felé mindig ott vannak, és már követelik a maguk kis reggeliét, hogy is induljon be a nap. Igen. Milyen egyéb kiegészítő programokra lehet még szombaton számítani? Mert ugye akkor ezek szerint lesz főzőverseny, lesz vidámpark, lehet készülődni. De még mi minden lesz? Mert mindig szokott lenni valami. Igen, hát természetesen most is törekszünk arra, hogy ne csak a színpadon legyenek események. Nagyon sok minden, tehát lesz például kovácsműhely bemutató, lesz díszüveg készítési bemutató és lehetőség kipróbálni ezt a folyamatot. Lesz olyan kiállítás, ami valószínűleg az iskolában fogjuk ezt berendezni, ami Süsü és barátainak a kiállítása, ilyen ember nagyságú formában fog ez megvalósulni. Ezen kívül természetesen lesz motoros találkozó és felvonulás is, ami délután 2 órakor indul, úgyhogy a motorosokat is nagy szeretettel várjuk a rendezvényre. Ők is végigkísérik ezt a programsorozatot 2011 óta, úgyhogy minden évben van velünk jó néhány tucat motoros, és most is sokakat várunk. Lesz rendőrségi kutyás bemutató, ami szintén egy érdekes dolog lehet, azért elképesztő dolgokat tudnak megtanulni ezek az ebek. Most már ugye Monoron is van kutyás rendőrszolgálat, és hát ez a bemutató, ez mindenképpen úgy gondolom, hogy a térségben szintén nem volt, és egy nagyon érdekes kuriózum lehet. Úgyhogy ilyen jellegű programokat kínálunk, és emellett természetesen lesz véradás, lesz arcfestés, lesz ugrálóvár, lehet ugyanúgy fotózkodni, fotóparavánok lesznek, és az is elképzelhető, hogy még egy-két olyan újdonság is, ami még most van szervezés alatt. És akkor a szombati nagy fellépők? Szombaton délután az első komolyabb fellépünk 6 órától Deniz lesz, utána 7 órától Szekeres Adrien lesz a színpadon, aztán egy tűz zsonglőr show lesz látható a színpad előtt, amikor már az estébe nyúlunk, aztán szintén egy élő koncert fog következni, 20 óra 30 perctől a Kelemen Kabátban együttes fog szintén egy másfél órás koncertet adni. Ezt követően lesznek az eredményhirdetések, 10 órától LL Junior lesz, és 23 órától pedig a két zsivány együttes, és fél egytől pedig Dömötör Balázs és Rebeka fogja az utcavált megnyitni. Az igen. Hát ez is egy éjszakában nyúló program lesz. Volt egy-két év, amikor vasárnapra is terveztek programot, gondolom most az idén akkor ez elmarad. Igen, a tavalyi évben is már a vasárnapi napot azt kihagytuk. Éppen alkalmas ez a nap arra, hogy kipihenjük mindannyian magunkat. Korábban azt megelőzően egy emléktorna volt aznap a focipályán, amit most augusztus 20-án bonyolítanak le, tehát ez most a tavalyi évhez hasonlóan idén sem a rendezvény napján kerül megrendezésre. Polgármester úr nagyon sokszor elmondta, hogy élő. Akkor én ebből azt veszem le, hogy ezek a koncertek, ezek a fellépők, akik ezen a két napon majd a közönséget szórakoztatni fogják, nem fél playbackről, istennagy playbackről fogják adni a műsorokat, hanem azt a hangot halljuk, amit ők ki tudnak énekelni, és maximum a zene jön aláfestésként. Igen, ugye két élő koncert lesz, ahol teljes zenekari felállás lesz, ez lesz az Ergo és a Kelemen Kabátban, de az összes többi fellépő is természetesen nem playback előadást fog adni, hanem zenei alapra fognak élőben énekelni, mint hogy ez az előző években is megtörtént. Sőt, hát vannak olyan blokkok is, ahol zene nélkül gyakorlatilag a kapella jelleggel fognak elhangozni dalok. És emellett egy nagyon fontos információ, hogy a rendezvény ingyenesen látogatható. Nyilvánvalóan az önök fogyasztásáért azért majd természetesen fizetni kell. Egy hét van hátra durván a rendezvényig, van még néhány nap a szervezési munkálatok befejezésére, az utolsó simításokra. Miért kell nekünk Nyáregyháza Fesztiválon részt vennünk szeptember 8-án és 9-én?
Nem kell, nem kötelező, de én azt gondolom, hogy ezt a lehetőséget, ezt az élményt, ezt nem szabad kihagyni. Aki járt már nálunk, az tudja, hogy miért. Aki még nem járt, őket nagyon nagy szeretettel várjuk. És egy apróságot még ide tennék, hogy ebben az évben lesz egy nyereményjátékunk is, aki mind a két nap részt vesz a rendezvényen és regisztrál, ő egy 60 ezer forint értékű kerékpár boldog tulajdonosa lehet, tehát a szombati napon éjfélkor egy sorsolás is lesz, és egy ilyen nyereményjátékkal is próbáljuk megköszönni a részvételt a jelenlévőknek. De alapvetően nem ez a legfontosabb dolog természetesen, hanem az, hogy egy olyan napot töltsünk együtt, nem csak a nyáregyháziak, hanem a térségbeli lakosok is, hogy mindannyian jól érezzük magunkat, visszaemlékezzünk erre, tudjunk egy jót beszélgetni, egy jót sörözni, étkezni, szórakozni, bulizni, mert mégiscsak hát vége a nyárnak, ez az egyik utolsó alkalom a nyár végén, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk. Nagyon szépen köszönöm. Remélem nem az utolsó alkalom, hogy így le tudtunk ülni, beszélgetni, biztosan akár nem. A Nyáregyháza fesztiválról is. Amit én az önök figyelmébe ajánlok, persze, hát nyilvánvalóan ez a nyáregyháziaknak érdekes, hiszen ez az újság, az önkormányzat újságja, a Nyárfalevél, ez az önök településén található meg. Abban a szerencsében van részünk, hogy mi megkapjuk. Nagyon szépen köszönjük, és akkor ellopom polgármester úrtól ezt a helyes kis füzetet. Egy ilyen füzetecskét kell keresniük ahhoz, hogy a részletes programot és az egyéb tudnivalókat megismerhessék. Nyugodtan szerintem be lehet ugrani a nyáregyházi polgármesteri hivatalba, és akkor lehet ott kérni, de a rendezvény ideje alatt is biztos vagyok benne, hogy számtalan példányban eltehetik, és ha pénteken mennek, akkor a szombati programot megismerhetik. No, nem is szaporítom tovább a szót, a 7. Nyáregyháza Fesztivál szeptember 8-án, 9-én kerül megrendezésre, legyenek ott önök is. Lelki otthon rovatunkban ma Saller Tamás református lelkésszel a szeptember 9-i református vendégváró nyílt napról beszélgettünk. Kedves nézőink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Lelki Otthon szeptemberi műsorában. Saller Tamás református lelkésszel, ahogy azt már a heti frissben elmondtuk Tamarával, a református nyílt napról fogunk részleteket megtudni. Hanyadik alkalommal lesz idén, és miért volt ez olyan fontos, amikor az első volt? Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Az idei esztendőben harmadszorra szervezzük meg ezt a napot, mindig úgy alakult ki, hogy szeptember második szombatján, hogy kicsit ez tervezhető is legyen. Hát miért volt fontos? Azért is hívjuk vendégvárónak, mert ma nagyon sokan azt gondolják egy keresztény közösségről, hogy ez belterjes. Most amire meg mi megbízást kapunk Istentől, az minden csak nem belterjesség, és szeretnénk egy ilyen módon nyitni a város felé, ezért is a programoknak egy jelentős részét nem a saját ingatlan rendszerünkben szeretnénk, hogy kicsit megismerhetővé tegyük magunkat. Az is, aki talán nem jönne be közénk, az is egy aki elsétál, valamit betekintést nyerhessen, meg szeretnék valami értékes programot adni az embereknek. A két év milyen tapasztalatot hozott a harmadik szervezésében? Mindenképpen, amikor befejeztük, másnap nagyon-nagyon hálásak voltunk. Most, amikor közeledünk, akkor meg nagyon-nagyon sok minden van. Tehát azért is van ebben a gyülekezetben egy lelkesedés. Valaki így fogalmazta meg tavaly, talán aznap, amikor véget ért késő éjszaka, hogy akik ebben mi valamilyen feladatot vállaltunk, mindenki gazdagodott ebben. Tehát a fáradtság az mindenképpen megérte, illetve nagyon sok olyan embert értünk el, akik utána hónapokig vissza emlegették ezt a egész napot. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy vendégváró, nyílt nap, és mindez református egyháznak a tagjai által szerveződik, akkor az emberekben nyilván felmerül, hogy jó, én katolikus vagyok, én nem is vagyok vallásos, nem is hiszek Istenben. Mit kellene nekem itt keresnem? Igen, tehát a vendégségbe is sokféle módon megyünk. Tehát van, aki azért megy vendégségbe, mert éhes. Tehát van, aki mondjuk fizikálisan éhes, szeretnék ebben is segíteni, hogy lelkileg keres valamit. Tehát tavaly volt olyan egészen más felekezeti háttérből idejövő néni, aki itt ült a napnak a háromnegyed részében,
és aztán oda mentem hozzá, és mondta, hogy nem baj, hogy ő nem református, de most halt meg a férje, és neki olyan fontos, hogy itt lehess, és úgy megrendített ez a dolog engem. Aztán van, aki csak kíváncsiságból megy vendégségbe, hogy ott körülnézzen, legyünk ebbe őszinték. És van, aki azért megy vendégségbe, mert ő oda tartozik. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy vendégváró, akkor egyszerre szeretnénk, hogy akik ezt hirdetjük, hogy vendégváró, akkor legyen vendéglátó, tehát a gyülekezet minél szélesebb körre találja meg a feladatát ebben, illetve szeretnénk azt, hogy nyugodtan meg lehet minket nézni, semmi nem titok, lehet kérdezni, és akkor ennek nyilván vannak olyan részei, színpadi programok között, vagy lesznek különböző állomások, ahol mondjuk ezt kézbe lehet venni ennek a vendégvárásról valamilyen tájékoztatás, kik vagyunk mi. Tehát ez inkább egy ilyen bemutatkozás is benne van ebben a dologban. Mi az, amit kínálni kell egy ilyen vendégváró nyílt napon, hiszen azért ide legalábbis a mi tapasztalatunk szerint azért mégiscsak családosan jönnek el, bár ahogy ön említette, egyedül is el tud jönni ide egy néni, és nagyon meg tudja magát támogattatni lelkileg. De azért kell egyfajta szolgálatot is tenni, hogy a gyerekek is meglegyenek, azok is, akik mondjuk egy-egy előadásra kíváncsiak, vagy egy-egy beszélgetésre, hiszen ezt is megtapasztaltuk mi magunk is. Tehát azt gondolom, hogy egy keresztény közösségnek a küldetése az, hogy amit Isten Jézusban nekünk elkészített, azt a szabadítást továbbadjuk. Na most, amit a kívülállók gondolnak, az az, hogy én vallásos vagyok, nem vagyok vallásos, ha vallásos vagyok, elmegyek hetente egy órára templomba, és ennyi. Na most ez pont arról szól, hogy a kereszténység az egy életvitel, és akkor lesz, aki el fogja mondani, hogy évtizedes vallástalanságból hogyan keveredik ide, vagy más meg szívesen leül beszélgetni arról, hogy ő mit tapasztalt, vagy egy történetiségben, vagy a gyerekekkel foglalkozunk, vagy azért hívunk ide színvonalas bábszínház társulatot. Ők nem egy keresztény üzenetet fognak átadni, csak mi szeretnénk ezt szeretettel azt mondani, hogy vállaljuk ennek a költségét, és örülünk, hogy a gyerekek meg a felnőttek nagyokat kacavannak egy 3-4 órában. Tehát azt kellene láttatni, hogy a kereszténység az egy életvitelt jelent, ahol együtt eszünk, meg együtt morgunk, meg megizzadunk, és közben bennünket vagy Isten tart össze, és ez nem egy zártság, hanem ez egy nyitottságot jelent, hogy bárki jön ide. Amikor elkezdtük a vendégvára nyílt napot, akkor volt bennünk ilyen, ezt nem feltétlenül kéne mondani, hogy voltak ilyen lemaradásaink, a gyülekezetről kéne tájékoztatót, valami szép kiállítást, valami olyan programot, ahol megismerhessék, hogy itt van, aki borász, van, aki sajtot termel, és akkor ezekkel utolértük magunkat, és akkor na, akkor ezt meg lehet most már mutatni. Mert egyébként, ha nem volt egy ilyen konkrét cél, akkor ezt mindig mondtuk, hogy meg kéne ezt csinálni. De még nem volt, hogy ekkora kell megcsinálni, akkor azt mindig toltuk magunk előtt, és akkor szépen elkészülnek azok a kis szórólapok, meg kiadványok, amikből ilyenkor nyugodtan lehet vinni, aki érdeklődik bármifelől. A gyülekezet tagjaiból kik veszik ki most idén részüket a munkából, a bemutatkozásból? Ki fogják itt pátyolgatni azokat, akik ide érkeznek, megmutatni, hogy mi hol történik? Tehát kialakult most már harmadjára egy olyan munkatársi közösség, mondjuk egy 40-50 ember, akik ebbe benne voltak, amit én nem tartok jónak, hogyha ez egy lezárt dolog lenne. Na most nagyon szépen kialakult az, hogy aki a konyhán valamit csinál, vagy aki az állomásokon van, vagy aki a színpadi programban segít, azok, kik azok az emberek. Tehát nagyon szerteágazó. Klasszikusan 3 olyan része van ennek a napnak, ami köré szerveződik. Van egy színpadi program, ami folyamatosan történik, vannak állomások a gyülekezet történetről, az alkalmas struktúránkról, a hátterünkről, a jelenünkről, a jövőről lehet betekintést nyerni, van 8-9 ilyen állomás, és akkor van egy gyerek rész, ahol van kosárhinta, meg gyerek foglalkoztató, meg kreatív sarok, meg bábszínház, és akkor ez a 3 adja ki az egészet, de ebben sok-sok embernek ott van a munkája. Cserkészek mennyire fogják kivenni a részüket, hiszen ugye ha az Isten tiszteleten, ami egyébként a mai műsorban kerül majd vetítésre, ott nem fogják még látni a nézők, mert mi egy külön összefoglalót készítettünk az ő beszámolójukról, de azt ígérték, hogy ők is aktívak lesznek. Tehát azt tudomásul kell venni a cserkészetnek is, meg a gyülekezetnek is, meg a bánusnak is, hogy nem van egy Benedekerek cserkész csapat, ami lóg a levegőben, hanem a gyülekezetünk része. Na most ez egy szép ötlet volt, hogy most, amit a cselekésztáborban mondjuk megcsináltak, mondjuk volt egy imasátor, azt megcsinálják itt is. Tehát ez nagyon jó az, hogy azokból a programokból is itt
lehet valamit megélni, ami mondjuk egy speciális 50 embernek volt élménye. Tehát többek között ebben megvállalták azt, mert előbb kezdődik a bábszínház, hogy akkor főznek 100 emberre ebédet, hogyha akik itt vannak, azokat nyugodtan meg tudjuk hívni, mert ha már ebédidőben van valamiféle program. Tehát ilyen módon a cselkészet egy nagyon-nagyon speciális, de abszolút a gyülekezethez tartozó része ennek a napnak. És akkor a délutáni programok közül mi az, amit ki kellene emelni, ami akár ide ebbe a lelki otthon rovatba is belefér? Ugye én tavaly azt láttam, hogy Márti beszélgetett a gyülekezet tagjaival itt az épület előtti kis színpadon, és komoly lelki gondolatok hangoztak itt el, és azért bizony sokan kíváncsiak is voltak ezekre. Igen, tehát azt kértem most, ugye itt van egy kedves fiatal vallástanár nő, aki itt a színpadi programot szokta konferálni, vagy azt vezetni, hogy mondjunk egy olyan szót, reformáció 500 évforduló kapcsán, ami lehetne egy ilyen főcsapás. És akkor azt mondtam, hogy legyen ez a megújulás. Tehát amikor ma az egyházra azt gondolják, hogy régi módi lejárt, kiüresedett, tartalmatlan, jövő nélküli, akkor nekünk is szükségünk van erre, meg amit mi képviselünk az embereknek, Isten ezt akarja, hogy legyen egyfajta megújulás, és akkor ebben lesznek személyes bizonyságtételek, a kórus fog szolgálni este a gyülekezet fiataljának, a zenekarra fog egy koncertet adni, lesz egyfajta történeti háttér, kicsit a reformációról egyfajta ilyen tájékoztatás, kiállítunk olyan évszázados tárgyi dolgainkat, amit nem nagyon lát az átlag ember, tehát ez mind-mind valahogy itt a színpad köré fog így csoportosulni majd. A szombatok azok igen-igen elfoglaltá tudják tenni a lelkészeket abban a tekintetben, hogy az ifjú párok azok, én úgy gondolom legalábbis, hogy egyre többen szeretnének templomi egyházi szertartás keretében is megerősíteni az ő fogadalmukat. Idén hogy alakul? Mert azt tudom, hogy azt hiszem az első évben az első volt az esküvő. Hát azt mondom, az első évben volt két esküvő a vendégvárány nyílt nap alapján, annyiban volt jobb, hogy én voltam a lelkész, aki összeadtam. Most lesz két esküvő, és mind a két párt más lelkész adja össze, hogy ők mit fognak szólni, hogy itt egy forgatagba érkezik, ezt nem tudom, de igazából úgy vagyok vele, hogy ez is annak a része, hogy egy keresztény közösség az egy működő rendszer, ahol mondjuk éppen ott esküvő fog történni. Tehát most az, hogy viselik el, hogy a színpadi program behallatszik, vagy akkor itt nekünk le kell állni, ezt még nem tudom, hogy hogy lesz, de nem baj, ezt a násznépnek se baj. Meg főleg úgy, hogy vendégek, tehát ők jönnek ide vendégségbe házasságot kötni, úgyhogy jó napot kívánok, hogy meglátják, hogy a vendégségbe a gyerek az brümög az autóval, és ott vannak zajok, de én azért örülök annak, hogy van egy ilyen életszerűség. Nyilván ez szervezésben, mert azt jó, hogy itt a televízión beszélgetünk erről, hogy nekünk az ingatlan rendszerünk olyan, hogyha akármilyen idő lesz, akkor sem fog elmaradni semmi. Tehát akkor azokat a szabadtéri programokat bevisszük a különböző szobácskáinkba vagy templomba. Tehát ez fontos, hogy nem időjárás függő lesz ez a nap. Igen, ez kérdés is lett volna, hogy vannak-e B-tervek, de akkor ezek szerint vannak. Hát igen, persze, hogy nem. Tudom, hogy ez nem feltétlenül egy jó kérdés lesz, sőt, azt hiszem, hogy tavaly erről beszéltünk is, és azt is tudom, hogy akkor ön nem feltétlenül úgy kezdte a mondatát, ahogy mondjuk én szerettem volna, de azért én kíváncsi lennék, hogy ez a program, ez azért hoz-e valamiféle fajta nyereséget a református gyülekezetnek, itt a Monorinak. Mert hogy ugye az ember azt gondolja, legalábbis én, aki kívülálló vagyok mondjuk a szervezésben, hogyha egyszer én készítek egy ilyen programot, akkor jó lenne, hogyha azok az emberek, akik ide ellátogatnak, azok azért mégiscsak bejöjjenek, ha nem is minden egyes istentiszteletre, de legalább havonta egy alkalommal, vagy ha úgy érzik, hogy gondjuk van, és kellene valami lelki támogatás, akkor hozzám forduljanak, mármint hogy önhöz. Tehát azért valamiféle kis profitnak mégiscsak kellene lenni. Tehát mondjuk a lelki gondozás terén egy ilyen nap a bizalom kiépítésében segíthet, de az nem fogja elvégezni azt a lehetőséget, hogy most akkor megbízzanak egy lelkészbe, aki vadidegen ember. Hát két dolog van bennem, az egyiket én bevallom őszintén, hogy mi nem vagyunk marketing szakemberek. Tehát lehet, hogy kellene avval foglalkozni, hogy mondjuk október első hetében szétosztani 500 papírt, hogy értékeljük ki ezt a napot emberek között. Tehát ebben abszolút ilyen lemaradásunk van. Abban, hogy az egyházról alkotott kép milyen, abban biztos vagyok benne, hogy nekünk nagy hasznunk van. Tehát abban, hogy
hogy de jó, hogy ezt megszervezték, kedvesek voltak, szeretettel fogadtak bennünket, az ott érték volt. És lehet, hogy valaki mondjuk a következő 10 vendégváló napra fog csak eljönni, vagy gyerekét elhozza egy táborunkba, de amikor mondjuk ott áll egy súlyos betegségben vagy gyászban, akkor azt fogja mondani, hogy hát én amikor a gyerekemet elvittem, akkor is szeretettel fogadtak, és akkor nekem most megkérem, hogy egy egész más helyzetbe beszéljenek. Tehát ezt tudomásul kell venni az egész keresztény küldetésünkben, hogy Isten sokkal kevesebbet enged meg látnunk abból, amit ő munkálkodik, mint amit mi szeretnénk. De szerintem ez jól van így, néha nagyon rosszul esik, mert szeretnénk többet tudni, de az, hogy a szívekben mi történik, azt én nem látom. Tehát ez mindenképpen jó. Azt nekünk nagyon tudatosan kell megélni, hogy mi nem egy programot adunk, mondjuk egy kulturális napot, hanem nekünk a keresztény közösségünknek a vendégvárása ez. Ez azt jelenti, hogy itt nem bezárul valami, és akkor egy évet kell várni, hanem nyitott ezért is szeretnénk ilyenkor a gyülekezetnek a működését is megismertetni, hogy bárki becsatlakozhat valahol. Tehát akkor ez, ha jól fordítom a szavait, akkor ez nagyjából egy lehetőség, hogy ide bárki eljöjjön, és utána nyitott kapukat talál a következő egy év alatt, és mire igen, újra lesz mondjuk egy negyedik vendégváró nyilván. Tehát ha nagyon őszinték vagyunk, ebben nem merünk bátrak lenni, nagyon sok ember szerintem az egyháztól elidegenedőknek egy nagy része azt gondolja, hogy az egyháznak neki valamit adni kell. És szeretnénk azt azért az emberek értésére adni, hogy most szeretnénk mi adni nektek, és nem várunk el semmit. És olyan jó, hogy amit mi adni szeretnénk valamiben, lehet, hogy egy pohár limonádéban, vagy egy mosolyban, azt mi örömmel adjuk. És nem azt mondjuk, hogy majd, ha valamit adsz. Valaki kérdezte tőlem, ugye az előző kérdésre visszautalva, hogy nem baj, ha is mondott itt embereket, ők nem reformátusok, mert soha nem kértünk útlevelet sehova. Tehát bárki nyugodtan jöhet. Tehát nem egy ilyen előfeltétel van, és azt meg higgyük, hogy Isten elvégzi a szívekbe, hogy most ott megérintődik. De azért is ilyen szerteágazó, ne az legyen, hogy mi erőszakosak vagyunk, ő álljon meg ott, és beszélgessen az, akivel szeretne. Tehát ez egy ilyen szabadságot biztos az embernek. Akkor a mi mai beszélgetésünk végére érkezzen a már-már mondhatom azt gondolom, hiszen már második éve készítjük a Lelki Otthont, hanem harmadik, hogy mindig egy igével zárjuk a beszélgetésünket. És hogyha vendégvárásról, nyílt napról beszélünk, akkor vajon az az idézet következik-e most, ami a plakáton is fent van, vagy ezen a molinón, ami kint van itt a... Hát ugye ezt olvashatják sokan, az, hogy az Jézus hívja a megfáradtakat és megterhetetteket. Az most is igaz. Lesznek Kárpátaljáról vendégeink, és az a fajta kelet-ukrajnai őrület, ami Kárpátaljáról kicsapódik, amiatt is megfogalmazódik benne, meg amiről beszélgetünk, hogy mi lesz. Azt olvassuk az Ószövetségben egy helyen, Isten azt mondja, hogy mert csak én tudom, mi a tervem veletek, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Hát egy konkrét alkalomra is, meg a mi küldetésünkre is így tekintek, hogy Isten azt mondja, hogy reményteljes jövőt ad nekünk. Hát ezt éljük meg közösen. Fröccsszombat. Érdekes elnevezés, érdekes kezdeményezés. A Vigadó és a Monori Borút Egyesület szervezésében augusztus 19-én délután valósult meg ez a program, mely iránt igen nagy volt az érdeklődés. Természetesen megszólaltattuk a szervezőket, a kínálókat, és kíváncsiak voltunk a résztvevők véleményére is. 2017-ben az augusztus 20-ai hétvége egy kicsit másképp alakul, hiszen a borosok ezúttal nem a Strázsa-hegyen dolgoznak és kínálják a finom boraikat, hanem itt lent a főtéren, a Vigadó és a Monori Borút Egyesület közös szervezésében valósul meg a Fröccsszombat. Miért? Épp ez volt a cél, hogy nem mindig a Strázsa-hegyen legyenek a rendezvények, hanem most a hegy jött le a városba. Így polgármester úrral egyeztetve felajánlottuk, hogy mi szívesen lejönnénk, és ők pedig ennek nagyon örültek, és így a 20-ai rendezvényhez kapcsolódóan lett ez a Fröccsszombat. Mi az, amit el lehet így érni? Reméljük, hogy sokkal több Monorihoz jut el a Pincefalu híre, az, hogy
hogy a helyi dolgokban gondolkodjanak, hogy felfedezzék azt, hogy nagyon sok jó dolog, jó sok bor, jó sok szörp van, jó sok kézműves termék van a városban, amit hogyha ők fogyasztanak, akkor a saját közösségüket támogatják. A Monori Borút Egyesületnek mi az alapvető célja? Talán erről nagyon-nagyon régen beszéltünk. Az alapvető cél az, hogy a Strázsahegyet fejlesszük. Mind anyagilag, mind kulturális alapon. És ehhez próbálunk, ezért dolgozunk, ehhez próbálunk egyre sok több ötletet megvalósítani, hogy ez hosszú távon működjön. Meg fogom kérdezni majd azokat a borosokat is, akik itt vannak, hogy mivel készültek, de azért arra kíváncsi lennék, hogy milyen volt a fogadtatás az Egyesületen belül ennek a Frös Szombatnak a megszervezésével. Nem volt nehéz ez az ötletet keresztül vinni. Mindenki örült neki, mindenki pártolta ezt a dolgot. Tehát, és ugye mindenki tudja a feladatot, mindenki tudja, hogy a saját maga dolgát intézze el erre a napra. Könnyen ment. Örült neki mindenki. Az első kérdés az egyértelmű, mint a Borút Egyesületnek a tagja és alapító tagja. Hogy ért, vagy kiből pattant ki az az ötlet, hogy Frös Szombat legyen? Az Egyesület gondolom egységes volt ebben a tekintetben. Hát valljuk be, hogy ebben a munkában a leginkább a Megyeri Szabi, a Szabó Gyuszi, a Hanti Tomi meg a Mikla Laci vettek részt. Tehát ők már tavasszal összeállottak egy olyan nagyon alaposan kidolgozott koncepciót, hogy ők hogy gondolják, hogy hogy lehetne Monoron ezt a részben társadalmi, részben boros életet úgy aktivizálni, hogy mind a városnak, mind a Borút Egyesületnek, mind pedig a boros gazdáknak ez rentábilis és hosszú távon profitot termelő legyen. És akkor ebben a koncepcióban szerepelt a Fröccs Szombat. És egy adott, illetve egy ilyen fröccsös szombat, aminek a aktualitása azért került ugye most augusztus 20-a előttre, hiszen 20-a vasárnapra esik. És kvázi ez egy ilyen főpróba. Ahogy az Andi is elmondta a rendezvény megnyitóján, hogyha ez jól muzsikál, akkor ebből lehetne egy hagyományteremtést létrehozni, és akkor nem is csak egy szombat egy évben, hanem akár havonta egyszer egy Fröccs Szombatot, vagy Fröccs Pénteket, teljesen mindegy, minek nevezzük, alapítani, amire utána tudna a lakosság is kötődni, és tudja, hogy minden második vagy harmadik hétvégén van egy ilyen rendezvény Monoron. Ez mennyire volt egyértelmű, hogy ti ezen részt vesztek? Hát egyrészt, mint alapítótag, mint aktív borosgazda, meg helyi termelő mindenféleképpen, csak nekünk közben jött az, hogy nekünk az obbis borkészletünk kimerült, így mi nem tudtunk borokkal kijönni, viszont ugye hoztuk az almatermékeinket, ezzel is hozzájárulva a rendezvénynek a sikeréhez, illetve hát az összes aktív felületünkön mind ugye a leghíresebb közösségi oldal, mind a saját weboldalunkon, a hírlevelünkben, mindenben ezt meghirdettük, és hát a visszajelzésekből látszott, hogy van visszajelzés, pozitív visszajelzés a látogatók részéről, hiszen hiánypótló, tehát kell ebbe a városba egy ilyen. Szerinted, amikor a monoriak megkritizálják a szervezőket abban a tekintetben, hogy nagyon sok boros rendezvény van, nagyon sok minden van a Strázsahegyen, akkor ezeket a kvázi kritikákat lehet tompítani azzal, hogy most a borosok lejöttek ide a főtérre? Na most, hogyha Szegeden laknánk, akkor valószínűleg sok halas rendezvényünk lenne. Hogyha mondjuk a Lipicai Ménes környékén laknánk, akkor sok lovas rendezvényünk lenne. De mi a Strázsahegy mellett lakunk, ezért sok boros rendezvényünk van. Hát most erre mit mondjak, akinek nem tetszik, az költözzön el. Persze, ezt csak viccként mondtam, azt szeretnék, a minél több jó ember lakna ebbe a városba. De a kritikákat szeretjük, amennyiben az építő jellegű, megfogadni, és minden egyes alkalommal javítani az előző alkalommal elkövetett hibáinkon. Szerintem időnként az embereknek kell a hegyre fölmenni, máskor pedig talán a hegynek kell az emberek közé eljönni. Ez egy nyitás mindig a lakosság felé.
Lehet azt mondani, hogy a borosok zárt közösség, mert hiszen sok azonos témánk van, amiről mi beszélünk, mások talán nem, de lehet látni, hogy itt akik nem boroznak, vagy tehát nem foglalkoznak borral, esetleg inkább sörivók, ők is lejönnek, és tudunk olyan témákat találni, ami mindenkinek hasznos és kedvére telik. Én mindig azon vagyok, hogy másokban jót meglátni, és ami a közös, azt megkeresni. Nem, hogy mi választ el bennünket, mert az nem sok jóra vezet, meg nem mutat előre. Elfogadjuk, hogyha valami esetleg jobban lehet, én is látok hibákat, amit jövőre másképp kell csinálni, de ez mindenkit épít szerintem hosszú távon. Szép jó napot kívánok! Úgy hallottam, hogy Magácska most már egy éves? Hangolosan? Szia, köszönjük! Na, úgy hallom, hogy őtőle nem fogok megtudni semmit sem, de jól rémlik nekem a közösségi oldalról, hogy évfordulós a baba? Igen, ugye? Szerdán volt egy éves. Hát ehhez szívből gratulálok, akkor most már nagyon tud segíteni nektek itt a Frödszombaton. Mivel készültetek ezúttal? Hát hagyományos lukácsi borokkal, igazából egy rozéval, egy rajnai rizlinggel és egy vörössel. Igaz, nem annyira rozés bor, de azért hát ha, vagy nem annyira fröccsös bor, de hát ha valaki megkívánna, egy klarettal készültünk, Cabernet Franc ékfrankossal. Akkor, amikor boros rendezvény a Strázsahegyen van, akkor ott már tudjátok szerintem, hogy mi az, amire nagyon vevők az emberek, mi az, amit szívesen kóstolnak. Ide hogy készültetek? Mi alapján választottátok ki ezeket a borokat? Hát szerintem a tendenciákat követve legtöbbet fogyóbb a rozé, utána a rajnai rizling. Hát a vörös az kevésbé, az nem is egy frös bor igazából, csak azért hoztuk ki, hogy legyen. Nektek hogy tetszett az ötlet, ez a Frödszombati rendezvény? Nagyon tetszett. Nagyon örülünk neki, hogy eljöhettünk ide, és itt lehetünk. Nagyon jó. Mi is próbáljuk magunkat jól érezni. Mi az, amire számítotok? Azért most már vannak itt emberek. Talán beindul ez az üzlet. Hát, hogy üzlet, nem üzlet, arra számítunk, hogy itt legyünk, áruljuk a bort, kínáljuk a bort, és ízlen az embereknek. Ennyi a lényeg. Ahogy mennyien leszünk, az mellékes szerintem most ebben az esetben. Próbáljuk bejáratni a rendezvényt, és reméljük, hogy jövőre még többen lesznek, hogyha kevesen lesznek. Milyen szörpikék vannak? Rózsa, málna, fekete ribizli, megy, szamóca, bodza, meg zöld diószörp. Én azt gondolom, hogy a kedves nézők ebből a felsorolásból talán kettőre nem tudják a megoldást. Az egyik az a zöld diós szörp, a másik pedig a rózsaszörp. Hogy készítitek? Hát a rózsaszörpöt azt egy nagyon illatos, talán tearózsának a levelét áztatjuk, nem levelét, a szirmát, cukorszirupban. A zöld dió pedig, hát azt gondolom sokan ismerik a zöld dió pálinkát, ez hasonló, csak nem pálinkában ázik a zöld dió, hanem vízben néhány napot, 4-5 napot, de úgy, hogy előtte már ki van áztatva a keserű, a nagy rész keserű íz belőle, tehát főleg csak inkább az aromák maradnak meg benne, mint a keserűség. Meg egy kis fűszer, szegfűszeg meg fahéj van beleáztatva. Ugye, amikor az ember szörpöt iszik, akkor többnyire jól megönti, hogy jó édes legyen. Hogy készül az igazán jó szörp? Hát szerintem ez attól függ, hogy ki hogy szereti. Én például nem szeretem, hogyha nagyon édes, úgyhogy én úgy szeretem, hogyha több víz, vagy igen, víz van benne, vagy szóda, ki hogy szereti. Aki pedig azt szereti, hogy jó szirupos legyen, vagy összeragassza a száját, az kevesebb vizet rakjon bele. Ez szerintem szörpje is válogatja, hogy melyik gyümölcsnek milyen az alapíze, meg az is, hogy milyen az ember ízlése. Világos. Még egyet áruljál el nekem, légy szíves, melyik a legkelendőbb, amikor hozzátok vendégek mennek, akkor mi az, ami biztosan nagyon-nagyon fogy? Hát ez nagyon nehéz kérdés. A málnát az ugye az klasszikus, azt általában sokan ismerik, de azért, mert hogy rózsa, és azt meg nem nagyon ismerik az emberek, az a másik talán, amit így leginkább megkóstolnak. Ez a kettő. Áruld el nekem, hogy mivel készültetek a mai Frödszombatra? Mai Frödszombatra teljes repertoárra készültünk, cserszegi fűszeressel, kékfrankos rozéval, olasz rizlinggel és egy barik sárdonéval. Az évbora? Az évbora? A városbora? De egy városbora, igen. Ő itt van, a kék frankos rozé, igen. Mi az, ami nagyon-nagyon fogy egy ilyen rendezvényen, a töménybor, amikor csak mondjuk valaki egy decit vagy két decit kér, vagy inkább a fröccs? Inkább a fröccs. Tehát ugye a fesztivál is a fröccsre van kihegyezve, és most az emberek azért nyáron a nagy melegben azért szeretik a szomjoltó fröccsöt. Kis fröccs, nagy fröccs, házmester.
Mondasz nekem arányokat, ha már itt tartunk? Kisfröccs ugye az 1 decibor 1 deci szóda, a hosszú lépés ugye az 1 decibor 2 deci szóda, nagyfröccs 2 decibor 1 deci szóda, a viceházmester ugye az 2 decibor 3 deci szóda, és még nagyon kedvelt a sportfröccs, ugye a 1 decibor 4 deci szóda. Remélem, hogy a kedves nézők nagyon figyeltek az arányokra. Mennyire volt a ti részetekről egyértelmű, hogy itt lesztek a Fröccs szombaton? Teljes mértékben, ugye mint borútként is tagok vagyunk benne, plusz helyi borászként nem volt kérdés, hogy részt veszünk a rendezvényen. Azt nézem, hogy igazából most kezdődik majd a program, azért szép számmal vannak már jelen az érdeklődők. Mit szűsz le te ebből? Remélem, minél többen lesznek. Én úgy látom, hogy azért egyre nagyobb az érdeklődés a mondani borok iránt, tehát a helyi lakosok jönnek, ugye most a hosszú hétvégén azért kivándorolnak az emberek. Megvárjuk a végét, hogy mi fog belőle kisülni, de én eddig pozitívnak értékelem az egészet. Andival, amikor beszélgettünk erről az egész hétvégi programról, Hanzelik Andiról beszélek, akkor azt mondtuk, hogy jó, ez itt szombaton megtartásra kerül, ez nem kétséges. De vajon vasárnap is itt lesztek-e? Tehát vasárnap, amikor a nagy tömeg jön, lesz tűzijáték, különböző ingyenes koncertek és egyéb előadások, vajon akkor a Borút Egyesület tagjai továbbra is állják-e még a sarat, és lesz-e Fröccs vasárnap? A Fröccs vasárnap biztos, hogy lesz, tehát mi állni fogjuk a sarat, reméljük az idő is kegyes lesz hozzánk, az előrejelzések egyelőre egy kicsit kétesek, de mi állni fogjuk a sarat hidegbe, szélbe, sárba, melegbe, az biztos. Ti mivel készültetek a mai napra, mert azt tudjuk, hogy a Szabó család az mindig valami nagyon különlegeset igyekszik teremteni ételekben, italokban egyaránt a különböző rendezvényeken. Semmi különöset. A két szabó birtok a megtermő gyümölcsökből főzött szörpöket hoztuk le a városba. Tehát mi nem bort hozunk, nem ételeket hoztunk most, hanem csak és kizárólag házi szörpöket hoztunk. Arról már beszéltünk, ugye, hogy a monoriakkal szeretnétek megismertetni a monori borokat, illetve hát a ti esetetekben a szörpöket. Szerinted mennyire lesz látogatott ez a rendezvény? Mert hogy én az Anditól azt tudom, hogy hagyományteremtő céllal rendeztétek meg, tehát vélhetően 2018-ban is lesz majd egy ilyen Fröccs szombat, illetve akkor lehet, hogy Fröccs vasárnap. Igen, tehát Fröccs szombat hagyományteremtő céllal. Most az idén összekötöttük a kellemest a hasznossal, tehát 20-a vasárnap, van egy szabad szombat, kihasználatlan szabad szombat, ezért most egybeesik az augusztus 20-ai ünnepséggel. Lehet, hogy jövőre nem, tehát jövőre saját lábára, saját szombatjára fog állni ez a tervünk, úgyhogy nagyon remélem, hogy sokan lesznek, és tényleg hagyományt lehet belőle csinálni. Úgy látom, hogy két különböző típusú bort kóstolnak. Kinél mi van? Nálam például rozé. Én meg cserszegi fűszerest kicsit hígítottuk. Aha. Hogy te? Talán egy kicsit jobb lesz, így aztán. Igen? Megisszuk. Mi alapján választanak az urak bort vagy innivalót, amikor ilyen nagyon-nagyon meleg van? Hát én sört innák inkább, csak az nincs. Hát egy Fröccs szombaton? Hát Fröccs szombaton is az a jó a sör, hát ez szóda csak. Világos, és ön? Kicsit csak tévében benne lesz ez az. Kicsit savankás legyen, egyébként minden ivó vagyok. Csak Fröccs legyen. Jó, és ön? Én ugyanúgy, mint a barátom mondja, ugyanazon az elven vagyok. Csak hát én megmondom őszintén, hogy nem az igazi jó borok vannak itt kint. Mi az, ami hiányzik önnek? Hát talán a a kínálat, több fajta borral lennék én kíváncsi. Meg a másik az, hogy itt ugye a monori borokkal dicsekszenek, és nem is a monori borokat isszuk sok esetben. Volt rá példa kint a hegyen is például. Uh-huh. Én nem tudom, hogy mi van ez. Hát szerintem itt most csak kifejezetten monori borokkal fog találkozni. Javaslom, hogy kóstolja őket végig, hogyha bírja. Csak hát a másik fele meg az, hogy én jobb szeretem, hogy nem csapon engedik, hanem fölbontani a palackot, és akkor úgy tölteni ki. Jó, hát ezeket a kritikákat nyilvánvalóan a szervezők majd meg fogják fogadni a jövőre vonatkozóan. Hogy tetszik maga a rendezvény, hogy egyáltalán van egy ilyen Fröccs szombat? Jó, csak úgy látom, hogy kevés a látogató. Hát még most jönnek. Önnek hogy tetszik?
Szerintem frankó az egész. Én csak azt mondanám, hogy én meg jó vegyesboros vagyok, tehát a vegyesbor való fröccsnek. A minőségi bort, amit adnak, vagy kínálnak decire, két decire, az nem fröccsös bor, a vegyesbor a fröccsnek való bor. Az meg itt most nincsen. Mikor érkezett ki ide erre a rendezvényre? 20 perce. Milyen borból fogyasztja a fröccsöt? Éppen a Lukácsi rajnai rizlingéből tettem egy jó fröccsöt. És milyen arányban? Milyen arányban? Egy az egybe. Az kis fröccs. Egy deci bor, egy deci szóda. Várja már itt a koncertet, hogy elkezdődjön? Hát annyira nem, egy 10 percet hallgatok belőle, utána befejeztem. De összehasonlítási alapon van, mert Balaton is bornapok vannak, voltak, és ott voltunk két napig, úgyhogy azt mondom, hogy megállnák a balatoni borok között a helyüket ezek a borok, amiket itt lehet, tényleg. És maga a rendezvény, az hogy tetszik? Érdekes és újdonság, jó ötletnek tartottam, hogy ilyen létrejön, hogy egy fröccsnap, monoron, mert ilyen még nem volt. Ez szélesíti azt a skálát, amit a Borút Egyesület meg a Borrend megkezdett. Úgyhogy a Mártonnap, meg a egyéb, ugye a bor, jégvirágtól borvirágig, a borvidégek hétvégéje, egyebek, ez most egy plusz. Egy jó ötletnek tartom. Holnap is ki fog jönni? Nem. Mi lesz a program? Milyen nap lesz, holnap hét? Vasárnap az augusztus 20-ai rendezvény. Jaj, augusztus 20-a. Igen, a Borrend küldöttjeként a székesfehérvári királynapoknak a záró ünnepségén veszünk részt, és hát ott a országos borrendek felvonulásában leszünk délután, és hát a városi ünnepségnek az egyik résztvevői vagyunk. A királyok felvonulása jelmezekben történik utánunk, mi pedig 16 órakor a borrendek felvonulása, és képviseljük Monort ketten. Sziasztok, ne arra úgy, hogy megzavarom a beszélgetést. Hogy tetszik nektek a fröccsszombat? Ennyire tetszik? Nagyon jó. Milyen fröccsöket kóstoltatok meg eddig? Én nem ittam fröccsöt, mert én vezetek. Azt a mindenit. Na hát akkor inkább akkor a lányhoz szólnék. Mutatkozz be kérlek a nézőknek. Sziasztok, Magyar Andi vagyok, és cserszegi fűszerest ittam, és kék frankos rozét. Melyik íz lett a legjobban? Cserszegi fűszeres. És mit szóltok ahhoz, hogy most idén ugye Monor város kétnaposra rendezte meg az augusztus 20-ai programokat? Örültök ennek? Szerintem ez egy jó lépés. Mikor érkeztetek ide a fröccsszombat? Ebben a pillanatban. Hát akkor azt mondjátok-e, ugye nem tudjátok elmondani, hogy szerintetek melyik itt a legfinomabb bor, de miből fogjátok inni a fröccsöt? Milyen típusú bort fogtok választani? Hát én rozét fogok. Rozét. Én rozét. Rozét. Rozé. Holnap ki fogtok ide az augusztus 20-ai rendezvényre? Ha nem szakad az eső, akkor mindenképpen. Melyik koncertet várjátok a legjobban? Deák. Bill. Na, Marvin is itt maradunk. Nagyon örülök, hogy itt vagy kint. Szerinted a fröccsszombat az milyen típusú rendezvény lesz itt Monoron? Hú, ez nagyon nehéz kérdés, mert ez még az első elvileg, nem? Igen. Úgyhogy hát abból indulva, hogy ilyen sokan vannak, biztos, hogy nagyobb lesz ennél. Azért szeretik az emberek itt Monoron a bort is, meg minden, úgyhogy biztos, hogy nagyobb rendezvény lesz majd belőle. Azt látom, hogy nálad is van egy fröccs, tudod-e, hogy mit iszol? Igen, kékfrankos rozét iszok, igen. És akkor ez egy fröccs, egy hosszú lépés, vagy? Nagy fröccs, igen, nagy fröccs. Mennyire ismered az arányait egyébként ezeknek az italoknak? Nem ismerem, ne kérdezz meg, nem ismerem. Holnap augusztus 20-a lesz. Igen. Te abból a programból mit vársz leginkább? Hú, nem is tudom. Hát inkább a koncertet szerintem. Inkább a koncertet. Az, mi az tavaly is nagyon jó volt, hát a idén is nagyon jó lesz. Azt tudom, hogy tavaly nagyon élveztétek a tűzi játékot. Az egy jó dolog itt, hogy Monor nem kell beutazni mondjuk Budapestre? Hát igen, csak szerintem rövid volt. Tavaly szerintem nagyon rövid volt ahhoz képest, hogy mekkora felhajtás szokott lenni körülötte, de majd meglátjuk idén, hogy meddig fog tartani. És még egy kérdés, hogy érzed magad most ezen a mai napon? Hát, hogyha nem lennék beteg, akkor nagyon jól érezném magamat, de egyre jobban, hogy még megiszok egy kettőt, és utána nem lesz semmi probléma. Áruld el nekem, hogy miért jöttetek ki erre a rendezvényre? Hát ez jó kérdés. Azért jöttünk, hogy jól érezzük magunkat. Hallottuk hírét, gondoltam, megnézem.
Én az elsők között érkeztem, ugyan az ingyen fröccsön nem maradtam, de pótoltuk a jegyjavságokat, úgyhogy a finom monori boroknak ugye párja nincsen itt. Meg lehet kóstolni mindent a megyeri hanti éborán, már túl vagyok, most megpróbálom a tavaly előtti cserszegi fűszelest, ami szintén ébora volt, úgyhogy ajánlom mindenkinek, akinek még nem volt benne része. Mennyire vagy elégedettel azzal a kínálattal, amit ide kihoztak a borosok, mert azért kapott maga a rendezvény egy olyan kritikát az itt ülő uraktól, hogy sokkal nagyobb kellene, hogy legyen a kínálat. Hát valószínű, hogyha így gondolják az emberek, lenne rá igény, többet is el lehetne, igen, hosszúra nőnek a sorok, mint az étele, mint az italos pultnál. Hát legközelebb majd a szervezők talán átgondolják az egészet, és egy kicsit szélesebb körbe lesz az egész rendezvény, de látszik, hogy Monorvárosnak igénye van az ilyen típus rendezvényekre, úgyhogy örülök neki, hogy végre van valami megmozdult, hogy szinte most már évről évre ilyen nagyon jó rendezvényeken vehetünk részt. Hát bízunk benne, hogy rendhagyó lesz. Ugye most is kétnapos lesz a rendezvény. Mennyire vagy elégedett a monoriakkal, meg a környékbeliekkel, akik ide kijöttek? Maximálisan elégedett vagyok. Te kulturáltan szórakozik mindenki, egy hangos szóváltást nem hallottam. Attól függetlenül, hogy ugye borozik a nép, még semmi szóváltások nem volt, hát ez így van rendjén, ezt így kell csinálni. Kulturált emberek vagyunk, úgyhogy remélem, hogy nem is lesz este se majd a sötétbe semmilyen affér, úgyhogy bízzunk a monori embereknek a bölcsességébe. A programok szervezéséből ti mennyire elvettétek ki a részleteket? Mi az, amit ti szerveztetek még ide? Ez tisztán a városnak köszönhető, tehát ők voltak azok, akik a programokat kitalálták, megszervezték, bonyolították. Mi tulajdonképpen az ötletet adtuk hozzá, hogy szeretnénk egy fröccsszombatot, hogy szeretnénk a hegyet behozni a városközpontba, és utána mindent a város és a Vigadó szervezett és intézett. Milyen programokkal készültetek a mai napra? A mai, illetve a holnapi napra is úgy készültünk, hogy egészen a kicsi gyerekektől kezdve a fiatalok, a felnőtteken keresztül az idősebbeknek is tudjunk olyan programot kínálni, hogyha eljönnek ide Monorváros főterére, akkor egész délután jól tudják érezni magukat. Milyen fellépők érkeznek ide akkor erre a rendezvényre? Jelenleg Csernik Szentdemon székely népmeséket a színpadon. Azt hiszem, hogy aki hallgatja, az teljesen mosolygósá és vidámá válik, hiszen nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is nagyon élvezetes, ahogy mesél ez a lány. Utána a hagyományőrzők kelevézéket láthatjuk, ővelük már a Borvidékek hétvégén találkozhattunk. Ők népi hangszereket fognak bemutatni, illetve ezeket a népi hangszereket meg is fogják szólaltatni a közönség számára. És a ma esti koncert, az pedig a Budapest Ragtime Bandet várjuk ide a város főterére. Miért döntöttetek úgy, hogy idén kétnaposra szervezitek meg ezt a rendezvényt? Egyrészt ugye adódott abból, hogy vasárnapra esik augusztus 20-a, és hogy ha már itt van egy ilyen szabad szombat előtte, akkor gondoltuk, hogy kihasználjuk ezt a lehetőséget, és a Borút Egyesülettel közösen a fröccsszombatot szerveztük, ami már ugye régi terveink között szerepel, és most ilyen teljesen adott volt, hogy kipróbáljuk, hogy hogyan fogadja ezt a közönség, és hogyha ennek jó lesz a fogadtatása, várjuk majd a visszajelzéseket, akkor reméljük, hogy jövő nyáron akár több fröccsszombattal is lehet találkozni itt a város főterén. Ugyan még a programnak az elején tartunk, de kaptatok már bármilyen fajta visszajelzést erről a rendezvényről? Természetesen a reklámjainkon, különböző hirdetéseinknél ugye visszajelzések, kommentekben csupa pozitív gondolat az, ami elhangzott, tehát úgy tűnik, hogy jó lesz a fogadtatása ennek a fröccsszombatnak, és majd az azt követő másnapi augusztus 20-ai ünnepi megemlékezésnek, és majd utána az esti koncerteknek. Hát reméljük, hogy amikor majd beszélgetünk a tapasztalatokról, akkor is valami hasonló jókról tudunk beszámolni. Honnan érkezett ide erre a rendezvényre? Megmondom őszintén, hogy a monori meccsről jöttem most, csak nem így voltam, hanem egy kicsit másképp, más kiszerelésben, de ha nem gond, megmutathatom, hogy milyen szerelésben volt. Nem, közben azért én megkérdezem Önt, hogy ha monori meccs, akkor mi lett az eredmény? 4-0-ra nyert a csapat, hála Istennek. Tehát akkor Monor vitte most a prémet kivételesen. Igen. Jó, rendben van, és akkor nézzük. Nem, de hogy haragszom, mi van abban a táskában? Húha, itt nagyon nagy dolgok fognak készülődni. Igen, lekerült a kendő, és jön fel. Ez óriási.
Ez fantasztikus. Ez még csak a fele. Ja. Még van. Teljesen fel, át fog most öltözni itt nekem? Nem öltözök át, ennek van még egy folytatása is. Ja, értem. Jó, na erre nagyon kíváncsi vagyok, igen. Nagyon drága, csak meg kell keresni, mert kicsivel nagyobb. Kivárjuk. Kivárjuk, bármi lesz. Megvan. Oh. Ennyi. És így szurkoltam, hogy hajrá, mondom. De ez nagyon szuper. Akkor most meg... szeretem a Budapest Ragtime Bandet, megmondom őszintén, amikor, bármikor itt járnak monoron, én mindig kiszoktam jönni a koncertükre, nagyon szeretem őket, ugyanúgy holnap ki fogjuk jönni a Deák Bírra is. Én csak nem akartam már ebbe kijönni ide, hogy a tömeg... Meg tudom érteni. Meg majd holnap. Jó, rendben van. Azt árulja el nekem, hogy kóstolt-e már bármiféle fajta bort vagy fröccsöt? Én most jöttem egy pár perccel, csak egy 5 perccel jöttem, úgyhogy ismerősökre várok, de még nem nagyon láttam senkit, úgyhogy... Jó, hát a koncert szerintem a harangszó után elkezdődik. Hogy érzi úgy egyébként, milyen itt a hangulat? Itt mindig jó szokott lenni a hangulat. Bármilyen koncert legyen, az Beatrice, vagy bármilyen koncert van, itt mindig jó hangulat van. Ugyanúgy két héttel ezelőtt, egy hónappal ezelőtt volt itt a Sörözőben ugyanez a Deák Bill, ott is nagyon jó hangulat volt. Úgyhogy itt azért az emberek, hála Istennek, veszik a jó zenét webökre. Nagyon szépen köszönöm, és a jó szórakozást kívánok önnek mostanra is, meg holnap is találkozzunk, még reméljük. Jól van, köszönöm szépen, viszontlátásra! Kezdjük azzal, hogy mi is az a snowbli, milyen szabályok vonatkoznak erre a játékra? Hát a snowbli igazából egy kimondottan kocsmajáték. Tehát ez, azt nem tudom, hogy mikor alakult, de szerintem egy elfeledett játék, tehát kocsmában játszották az emberek. Ugye igazából elég kevés felszerelés szükséges hozzá, igazából 3 pénzérme. És a baráti társaságok játszottak, és ugye arról szólt, hogy ki kellett találni, hogy az előremutatott kézben hány darab pénzérme van, és aki nyert, az nem fizetett, aki vesztett, ő fizette a kört. Tehát alapjában véve erről szól a snowbli. Milyen más eszközökkel lehet még ezt a játékot játszani? Hát igazából más eszköz a pénzérme, de most a mai napon akár lehet a fröccsös zseton, de lehet ezt megymaggal, meg Dunakavicssal is játszani. Igazából az a lényeg, hogy 3 valamit el kell dugni a kezünkben. Lehet taktikázni ebben a játékban? Igazából pókerharc kell hozzá, ami egy másik játék, de a pókerharc az sokat segít. Tehát ki kell találnunk, hogy a másik mennyit dugott. Hányan jelentkeztek most erre a játékra? Hát remélem, hogy minél többen, és ez úgy próbáljuk megcsinálni az egész bajnokságot, hogy még az utolsó percben is tudjon mindenki játszani, és a végén csinálunk egy nagy döntőt, ami eldönti, hogy ki lesz az év monori frösszombati snowbli bajnoka. Milyen díjban részesülnek a legjobbak? Hát amit már láttatok, egy szép... hát nem is kupa, hanem egy ilyen emlékplakettet fog kapni, és palacborokat fognak még kapni a díjazottak. Honnan jött egyébként ez az ötlet, hogy megszervezzétek ezt a versenyt, és mitől nemzetközi? Hát azért nemzetközi, mert akárki jelentkezhet, és mi nem tudjuk a Frösszombaton, hogy esetleg lesznek... nem csak Magyarországról itt lévő emberek, hát ha lesz, és akkor már nemzetközivé tudjuk tenni. És hogy miért találtuk ki? Igazából ez a Frösszombaton gondolkoztunk, hogy milyen játékot, vagy még milyen kísérő rendezvényt csináljunk, és akkor gondolkoztunk ultiba, sakba, de ugye arra gondoltunk, hogy olyan meleg lesz, mint ma, és mondjuk kint a napon mondjuk sakkozni egy félórás játékot eljátszani, az megterhelő. A snowbli az körülbelül olyan fél perc egy menet, és ezt lehet fokozni, és ezért döntöttünk a snowbli mellett. Elképzelhető, hogy jövőre is meg fogjátok tartani ezt a versenyt? Hát, hogyha sikeres lesz az idén, természetesen, és reméljük, hogy ez lesz a Frösszombatnak a sorsa is, hogy ez egy indító rendezvény lesz, és ezt tudjuk majd folytatni, és még lehet, hogy jövőre nem is egyszer rendezzünk meg, hanem többször, hogyha lesz rá kereslet.
Még nagyon gonosz a kérdés, én ezt tudom, mert hiszen gyakorlatilag most kezdődött el az első színpadi program, de azért azt már szerintem úgy valahol benne van a fejetekben, hogy mi az, amit vártok ti ettől a rendezvénytől, mennyire lesznek aktívak szerinted a monoriak, vagy éppen a környékbeliek? Egyáltalán nem tudjuk, mi csak bízunk abban, tehát mi úgy készülünk, hogy egyszerre 4-500 ember egy időpontban le tudjon ülni itt ezen a pici téren. Mi így készülünk, tehát rajtunk nem fog múlni, hogyha ennyi ember itt lesz, akkor ki tudjuk őt szolgálni. És akkor elégedettek is lesznek már, gondolom. Azt nem tudom, azt majd az igazából elégedettek csak az időjárással leszünk majd a végén, hogyha nem fog esni és nem lesz vihar, azzal leszünk elégedettek. Tulajdonképpen bármennyi ember eljön és megkóstolja, főleg olyanok, akik még nem kóstolták, azokkal mi tökéletesen elégedettek leszünk. Mai műsorunk végén az augusztus 26-i református istentiszteletet tekinthetik meg felvételről, melyen Schaller Tamás és Schallerné Éles Tímea hirdette az igét. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és ma is bölcsen igazgat mindent. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön, Berkes Bence, Kocsis Dominik és Szűcs Marcell keresztelőjére készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük. A 329. énekünk második verse így kezdődik: Nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél. Áldja és szentelje meg mindenható és örökkévaló Úrunk három kisfiúnak a keresztelését az ő szent lelkének a jelenlétében. Ámen. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt a gyülekezet közösségében. Hallgassátok meg, miként szerezte az Úr Jézus a keresztség sákramentumát Máté evangéliumának 28. fejezetében, a 18. és azt követő versekben olvassuk a Szentírásban. Jézus mondja: Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még egy bibliai igét hagy idézzek, János evangéliumának 3. részének a 16. versében olvassuk: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A gyülekezet foglalja a helyét. Egy elnőiesedett társadalomban három fiút keresztelünk meg, és ez nem azt jelenti, hogy a fiúkat vagy a lányokat jobban szeretjük, de mégis egy különleges dolog. És talán nem gondoltak bele a szülők Bence, Marcell vagy Dominik életében, hogy egyszer lehet, hogy lesznek nekik is gyermekeik, és az, hogy az Úristenről alkotott képük milyen, az apákon fog múlni nagyon sok tekintetben. Úgyhogy apáknak mondom szeretettel, hogy nagy felelősségetek van. Bár nem ti választottátok, hogy fiaitok legyenek, bár ez a mai világ egészen felbolyult ebben is sok tekintetben. A Biblia egyik legismertebb mondatát olvastam. Az elmúlt hetekben azon gondolkodtunk, hogy itt egy néhány éven keresztül ki lesz téve a főbejáratunk homlokzatára egy 5 méter hosszú molinó, hogy mit írjunk rá, és akkor
valahogy abban erősödtünk meg, hogy ezt az igét kell ráírni, hogy Isten szereti ezt a világot. Sok ember azt gondolja, hogy amikor a gyermekünk sír, vagy nem eszik, vagy beteg lesz, vagy elakadunk, vagy nem születhet meg egy gyermek, vagy valamiben nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy gondolnánk, hogy Isten nem szereti az embert. A Szentírásban Isten sok helyen arról beszél egyértelműen, hogy Isten szereti ezt a világot. Nem azért, mert úgy alakulnak a dolgaink, hogy mi szeretnénk. És amikor gyerekekről beszélgetünk, akkor az ő példájuk meg kellene tanítsa a felnőtt közösséget is arra, hogy hát az nem biztos, hogy baj, hogy nem úgy alakulnak a dolgaink, hogy mi szeretnénk. Mert ha a gyereknek mindig úgy alakulna a dolga, hogy ő szeretné, akkor elég nagy anarchia lenne a családban. Ugye egy kicsi lány egyszer így imádkozott, hogy Úr Jézus, intézd el, hogy a vitaminok inkább a csokoládéban legyenek, mint a spenótban. De azért Isten ezeket az imádságokat nem hallgatja meg. Isten szeret bennünket, és tanítsátok meg nekik is, és tanuljátok meg ti szülőként, keresztszülőként, hogy ez nem azt jelenti, hogy amit mi elképzelünk, az mindig úgy alakul. Hát honnan tudjuk, hogy Isten szeret bennünket? Ezt olvassuk a János evangéliumában, egy idős embernek mondja Jézus először, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. A keresztségben ez a néhány csepp víz, amit kiöntünk, az arról szól, hogy Isten szeret bennünket, és Jézus életével pecsételte meg ezt a szeretetet. Mert az ember egyébként Istentől távol van. Így jövünk a templomba is sokszor, és Isten nem tőlünk várja el, hogy mi jól csináljuk a dolgainkat, hanem amit mi elrontunk, az Jézusban Isten megbüntette, önmagában vállalta a büntetésünket. Hát ha az életetekben lesz kétségbeesés, talán olyan ünneprontásnak tűnik lesz ilyen, akkor tanuljátok meg azt, hogy Isten szeret minket, mert Jézusban meghalt értünk. És aztán elmondja, hogy miért fontos ez nekünk. Így olvastam, hogy ha valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az ember elveszett. Olyan picik ezek a legények, hogy még őket nem veszítettétek el. Ami késik, nem múlik. El lehet egy gyereknek tévednie, a szülő meg kétségbe esve keresheti, de lelkileg a Szentírás azt mondja, hogy az ember elveszett. Nagyon nagy tragédia ez, hogy elveszettek vagyunk. De Isten azért jött el közén Krisztusban, hogy ebből az elveszettségből kiszabadítson bennünket, és azt mondja, hogy azért lesz ez a megtartás, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki hisz benne, a keresztségben arra tesztek ígéretet, és kérlek szépen ezt vegyétek komolyan, hogy ti valóban Istenre hagyatkozó életben szeretnétek a gyermekeiteket nevelni. A Szentírásban a hit az bizalmat jelent. Nem csak, hogy elhiszem, hogy Isten létezik, hanem én rábízom az életemet. Hát legyen ilyen Isten előtt vállalt keresztelőjük. Hogy valóban Isten szeretetébe kapaszkodjatok, megértve azt, hogy elveszettek vagyunk, és valóban a rá hagyatkozó embernek a bizalmával tudjatok tovább menni. Hát így jegyezzétek meg ezt a három dolgot, bármi történik. Ne vonjátok az kétségbe, hogy Isten szeret bennünket. Jusson eszetekbe, hogy annyira szeret bennünket, hogy Krisztust odaadta. Másodszorra tanuljátok azt meg, hogy az ember elveszett. Bármennyire is szeretnénk a gyerekeinek mindent odaadni, magunkban nézve elveszett, reménytelen helyzetben vagyunk. És harmadjára jegyezzétek meg, hogy abban, amit Isten készített, ami bizalmunkon múlik, hogy ez a megoldás a miénk lesz. Hát legyen egy ilyen kezdet, és amit néhány percen belül megígértek majd, az valóban legyen felelősséggel vállalt ígéret. Most pedig kérek szépen benneteket a gyülekezet közösségével együtt, valljuk meg a mi hitünket, és mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszen egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátustól, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a foglyokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény Anya Szentegyházat, szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és hiszem az örök életet. Két kérdés, hagyj kérdezzek szülőktől és keresztszülőktől, kérlek szépen őszintén feleljetek erre. Először azt kérdezem, hogy akarjátok-e, hogy gyermekeitek az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szentegyházba, Szent Keresztség által befogadtassanak? Ha igen, felejétek, akarjuk.
Isten áldja meg a ti elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, hogy ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek, illetve úgy neveltetitek őket, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenben bízó hitükről annak idején a konfirmáció alkalmával önként vallást tesznek a gyülekezet közössége előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon ti nektek testi és lelki erőt a ti ígéretetek megtartásához. És szeretettel fordulok a gyülekezet tagjai felé, és benneteket kérdezlek, ígéritek-e, hogy ezeket a családokat imádságaitokban hordozzátok, és igyekeztek mindent megtenni azért, hogy a gyülekezetben az Úr Jézus parancsa szerint történhessen a gyermek és ifjúsági munka. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük annak az ajándékát, hogy érdemtelenül is szeretsz bennünket. És köszönjük, hogy ez nem érzelgőséget jelent, hanem az életeddel pecsételted meg. Köszönjük, hogy mindenkinél fontosabbnak látsz. Add, hogy így láthassuk a gyermekeinket. Amikor sokféle értetlenségben vagyunk velük, akkor is tudjuk, hogy te szereted őket is. Köszönjük a három családnak az örömét, és hagyj, bízzuk őket a te irgalmas szeretetedre, hogy ne legyen hamis ezeknek a kisfiúknak a keresztelése, hanem mindazt, amit te a te szövetségedben vállalsz, azt hagyd tudják ők is vállalni. Adj a szülőknek az ígéretük szerint való bölcsességet a neveléshez, és add, hogy ez a három kisgyermek ez valóban megismerhessen téged. Adj ehhez nekünk is felelősséget a gyülekezet közösségében. És köszönjük, Urunk, hogy elmondod a valóságot, hogy nélküled elveszett emberek vagyunk, de köszönjük, hogy nálad van a megtartatás. Vedd el mindazt az akadályt a szívekből, ami abban gátol bennünket, hogy rád hagyatkozó, rád bízakodó életű emberek legyünk. Kérünk, hogy te kísérd gondoskodó szereteteddel, szabadító erőddel az életünket tovább. Ámen. Marcell, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Bence, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Dominik, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Marcell, Bence és Dominik. A kegyelmes Isten cselekedje, hogy felnövekedhessetek testben és lélekben, hitben és szeretetben, Isten és embertársaitok előtt való kedvességben, és hogy az Úr Jézus személyes megváltóknak ismerhessétek meg. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 226. énekünk három versét. Hadd hirdessem lassan most már a családok is visszaérkeznek a szabadságról, hogy minden Isten tisztelettel párhuzamosan 5 kórcsoportban a gyermekeknek tartunk gyerekisten tiszteletet. A következő ének első versének az éneklése után kérem szépen, hogy a gyerekek a gyerekisten tiszteleti csoportokba menjetek ki. A 226. dicséretünk első versét énekeljük, mert így kezdődik: Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Oh,
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy most is megszólíthatunk téged. Köszönjük, hogy te vagy az, aki látod az életünket, tudod, mit gondolunk, hogy most milyen élethelyzetben vagyunk. És talán sokaknak az ajkáról igaz volt, amit énekeltünk, Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Köszönjük, hogy te vagy az út, az igazság és az élet, drága Úr Jézus. És hogyha hozzátartozunk és téged követünk, akkor tudhatjuk, hogy örök élet vár ránk. És azt is tudjuk, Urunk, hogy te valóban nem gondtalan, felhőtlen életet ígértél nekünk, de azt ígérted, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Te láthatod, hogy kik azok a testvérek, akik a szomorúságukat, gyászukat, fájdalmukat hozták. Kérünk, hogy szólíts meg őket, és valóban legyen mindannyiunkhoz szabad üzeneted ezen a mai Isten tiszteleten. Jó, hogy van Szentlélek, jó, hogy megszólíthatjuk őt, jó, hogy kérhetjük jelenlétét, itt létét. Kérünk, hogy vigasztaljon, gyámolítson bennünket, és a lélek által valóban, drága Úr Jézus, érintsd meg szíveinket, és szólj hozzánk, mert szeretnénk hallani hangodat. Amen. Kedves gyülekezet, Istennek igéjét János evangéliumának 5. részéből, az első 15 versből olvasom. Amíg Istennek igéjét olvasom, és lelkének segítségül hívásával magyarázom, a gyülekezet foglalja el a helyét. János evangéliumának 5. részében, az első 15 versben így szól Istennek igéje hozzánk. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Volt pedig Jeruzsálemben a Jukapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek. 5 tornáca van. Ezekben feküdtek a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várták a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal szállt a tóra, és felzavarta a vizet. Aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után meggyógyult, akármilyen betegségben volt. Volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, ezt kérdezte tőle: akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberen, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép belőttem. Jézus ezt mondta neki: kelj fel, vedd fel a te nyoszójádat, és járj. És azonnal meggyógyult az ember, felvette nyoszójáját, és járt. Aznap pedig szombat volt. Mondták azért a zsidók a meggyógyultnak: szombat van, nem szabad neked a nyoszójádat hordanod. Ő így válaszolt nekik: aki meggyógyított engem, azt mondta nekem, vedd fel a nyoszójádat és járj. Megkérdezik azért őt: ki az az ember, aki ezt mondta neked, vedd fel a nyoszójádat és járj. A meggyógyult pedig nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félre vonult, sokaság lévén azon a helyen. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki: íme meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elment az az ember, és hírül adta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. Kedves gyülekezet, talán sokan ismerjük ezt a történetet János evangéliumából, talán sok Isten tiszteletet, igehirdetést hallottunk már erről a történetről. János evangéliumát én azért is szeretem, mert több olyan történet is le van írva benne, amit sem Máténál, sem Márknál és Lukácsnál sem találhatunk meg. És itt János evangéliumának 5. részében a Betesda tavi történet, a 38 esztendeje beteg ember meggyógyítása is egy ilyen gyönyörű, szép történet, amit János leír az evangéliumában. Azt olvastuk itt az igében, úgy kezdődik, hogy ünnepük volt a zsidóknak Jeruzsálemben, és felment Jézus is az ünnepre. Tamáson múlt héten elmondta az ige hirdetésben, hogy minden zsidó embernek évente egyszer kötelező volt fölmenni a jeruzsálemi templomba. Volt egy olyan mózesi törvény is, ami kimondta azt, hogy
A zsidó embereknek évente háromszor kötelező volt felmenni Jeruzsálembe, aztán, hogy elmentek-e a templomba vagy nem, az már rajtuk múlott, tőlük függött. Az egyik ilyen nagy ünnep, amikor nagyon sok ember megjelent Jeruzsálemben, a Páska ünnepe volt, a lombsátor ünnepe, az aratás ünnepe, amikor hálát adtak Istennek az életükért, a kenyérért, a megtartó, gondoskodó szeretetért. És el tudjuk képzelni, hogy ilyenkor úgy nézett ki az egész város, mint egy hatalmas, nagy felboldult mékas, az emberek befogadták családtagjaikat, rokonaikat, talán olyanok is bementek jeruzsálemi otthonokba, akik nem ismerték egymást, de szállást biztosítottak a távolról érkezőknek a jeruzsálemi emberek. És ott ünnepeltek, és örültek, és hálát adtak. És ebben a történetben mégis az a szép, hogy Jézus nem az ünneplők közé megy, hanem azok közé, az emberek közé megy, akiket elkerülnek az ünneplők. A betegekhez, a sántákhoz, az aszkórosokhoz, azokhoz az emberekhez, akik sok-sokféle betegségben, bajban, nyavajában küszködnek, küzdenek. Jézus ezek felé, az emberek felé megy, az ünneptelenek felé. Akik nem voltak rivalda fényben, akik nem voltak a központban, akik nem tehették talán be lábukat a jeruzsálemi templomba, mert nem is tudtak volna elmenni, hiszen betegek voltak, akiknek talán nem vittek ennivalót ott a Jeruzsálemben összegyűlt sokasság tagjai közül sokan, egyedül voltak a maguk kínjával, bajával és elkeseredésével. Mégis ünnep volt Jeruzsálemben. És ott a történet vége felé majd kiderül, hogy volt egy ember, aki ott az ünnepelnek sokasága közepette, mégis megérezte azt, hogy Jézus az ő számára, Jézus neki is ünnepet készített. Nekünk is vannak ünnepeink, és ugye nemrég kereszteltünk meg három édes aranyos kicsin gyermeket, szülők, keresztszülők, nagyszülők, testvérek, rokonok itt vannak a templomban, hogy együtt örüljünk és örvendezzünk. Vannak egyházi ünnepeink, állami ünnepeink és családi ünnepeink is. És a keresztelő is egy ilyen családi ünnep. És aztán mondhatnak még családi ünnephez a konfirmációt, az esküvőt, az eljegyzést, vagy éppen a diplomasztót, és nem is szeretném ezt tovább sorolni, de talán mindannyian érezzük, és talán minden családban van ilyen kis görcs bennünk, amikor készülünk egy-egy ünnepre, hogy vajon az a valaki, aki tönkre szokta tenni az ünnepeinket, az ünnepséget, na ő vajon most hogy fog viselkedni? Vajon lesz-e panaszt rá? Vajon tud-e normális lenni? Vagy éppen el sem jön, hogy együtt ünnepeljünk? Jézus eljött erre az ünnepre, és elment a lyukkapuhoz. Én soha nem voltam még Jeruzsálemben, de azt mondják, hogy ha a lyukkaputól balra néz az ember, akkor látja a templomot, vagy látta a templomot, a város központját, és hogyha a lyukkaputól pedig jobbra nézett, akkor ott látta a Betesda tavát. A Betesda tava héberről magyarra lefordítva azt jelenti, hogy gyógyulás háza. És ahogy olvastam itt az evangéliumban, azt írja erről a Betesda tóról, hogy itt feküdtek a tornácnál a betegek, a vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága. Sok-sok embert tudunk itt elképzelni, akik itt fekszenek, akik várják a csodát, mert azt írja az evangélium, hogy időnként angyal szállt a tóra, fölkavarta a vizet, és csak egy valaki gyógyult meg, aki belépett a víz felkavarása után ebbe a tóba. És Jézus most itt áll ennek a tónak a partján. Nem az ünneplőkhöz megy, hanem az elesettekhez, a szegényekhez, a betegekhez, az egyedül levőkhöz, azokhoz, akikről már talán sokan, sőt, a legtöbben lemondtak. És hogyha megnézzük az életünket, akkor be kell, hogy valljuk, hogy a mi életünkben is nagyon sokszor érezzük azt, hogy tele vagyunk ilyen betegséggel, testi-lelki nyavajával, meg nem értettséggel, tele van az életünk olyan dolgokkal, amiket nem értünk, hogy mi miért adódik az életünkben. És sokszor nem csupán arra kell gondolnunk, hogy
De jó lenne, hogyha az ember élete anyagilag is helyre jönne, mert milyen sok családban van pénz, dúskálnak, bővölködnek, de lehet, hogy valaki nincs már ott közöttük, mert el kellett engedni a kezét. És aztán milyen sok családban éppen az hiányzik, hogy szeressék egymást. Nem látja a gyermek, ahogy az édesanyja és az édesapa átöleli egymást, ahogy megfogják egymás kezét. Másik családban pedig talán épp az a legnagyobb szomorúság, és az okozza a legnagyobb bánatot, és rátelepszik az egész családra, hogy valaki beteg, talán egy gyermek született betegen, talán évtizedek óta küszködnek vele a szülők, feláldozták az egész életüket, és azt érzik mégis, hogy egyedül vannak, hogy nincs segítség, nincs, aki segítsen, kihez lehet menni, ki az, aki segítene. És valóban igaz az, hogy tele van az életünk ilyen sánta dolgokkal, bénaságokkal, betegségekkel, meg nem értettségekkel, és mi is lehetnénk képzeletben ott a Betesdató partján, és felénk is jöhetne Jézus, és tőlünk is megkérdezhetné azt, hogy akarsz-e meggyógyulni. És sokszor elmondjuk, és talán kérdezzük is egymástól, hogy kitől várhatunk segítséget, ki az, aki megoldást nyújt nekünk. És ebben a történetben nem csak az a szép, testvérek, hogy Jézus meggyógyította ezt a 38 éve beteg embert, hanem az is nagyon szép ebben a történetben, hogy meggyógyította őt a magányából és a társtalanságából. Nem csupán a betegségéből és a bűnéből, hanem a magányából és a társtalanságából. Az lett fölírva a kis hirdető lapunkra, hogy nincs emberem. Két rövid szó, és milyen sok ember, amikor elmondja, vagy talán kiszakad belőle ez a mondat, akkor nagyon sok fájdalom, nagyon sok elkeseredés, nagyon sok meg nem értettség bujkál emögött a két szó mögött. Nincs emberem. Pedig lehet, hogy ott élnek körülött az embertársai, az is lehet, hogy éppen talán családban él, és mégis azt érzi, hogy nincs emberem. És tudjuk azt, hogy nekünk egy olyan Istenünk van, aki Atya, Fiú, Szentlélek Isten, aki három az egyben Isten. És hiszen azt mondja a teremtés kezdetén Ádámnak, és nem csupán a házaspároknak, hanem minden embernek, nem jó az embernek egyedül lenni. Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy fontos legyen számunkra a másik ember közössége, közelsége, hogy ne egyedül legyünk. És ez az ember ott 38 éve betegségében, a Betesdató partján pedig csak ezt tudja mondani, hogy nekem még sincs emberem. És olyan megdöbbentő ebben a történetben, hogy az Úr Jézus pont ehhez az emberhez megy. Nem a többiekhez, pedig biztos, hogy voltak ott másféle betegségben szenvedők is. Jézus ehhez az emberhez megy, mert tudja, hogy magányos, tudja azt, hogy társtalan, és tudja azt, hogy az Úr Jézus segítségére van neki is szüksége. Akarsz-e meggyógyulni? És talán azért is kérdezte az Úr Jézus ettől az embertől ezt, mert időnként, amikor az ember nagyon magányos, és magába van zárkózva, és úgy érzi, hogy mindenki elhagyta, akkor felmerülhet a kérdés benne, hogy hagyjon engem mindenki békén. Én már nem is akarok meggyógyulni. Nekem már jó így, ahogy van. Engem már mindenki elhagyott. Ne jöjjön hozzám senki. Nekem még az Isten közelsége sem kell. És nagyon sok emberben ilyenkor, amikor elkeseredik, felül kerekedik, és talán megszületik az a gondolat, de jó lenne inkább már meghalni, de jó lenne már nem is élni, hiszen senkim nincs, nem szeret engem senki. És az Úr Jézus ettől az embertől is megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni. Én nem tudom, hogy mi játszódhatott le ennek az embernek a szívében, lelkében, talán ő is elgondolkodott időnként azon, jobb lenne már nem is élni, mert magányos volt, hihetetlenül magányos.
És az is igaz, testvérek, hogy vannak olyan emberek, akik szeretik a magányosságot. A zsenik, tudósok, művészek, voltak magányos proféták is, Keresztelő János, Jeremiás, akiket nem értettek meg az emberek. És van, amikor azt érezzük, hogy kicsit jó magányosnak lenni, kicsit jó egyedül lenni, kimenni a természetbe, egy kicsit élvezni azt, hogy egyedül vagyok, vagy hallgatni a madarak énekét, vagy kiülni a hintaszékbe, és akkor csak nézni ki a fejemből, és elmerengeni, és gondolkodni. Van ilyen is, amikor az embernek jó egyedül lenni. És akik gyermekeket nevelünk, vagy neveltünk, időnként tudjuk azt, hogy milyen jó, amikor csend van körülöttünk, amikor egy kicsit jó a magány. Jó, hogy nem szól hozzánk a másik, jó, hogy nem kell vajas kenyeret kenni, leellenőrizni négy leckét, kikérdezni négy házi feladatot, hanem csak úgy lenni. És mégis milyen sok ember mondhatja azt, hogy magányos vagyok, és nem segít senki, és nem ismer meg senki a magányosságomban, és nem jön oda hozzám senki. Jó időnként a magányosság, de amikor az ember már hosszabb ideje tartja ezt az állapotot, akkor azt érzi, hogy őt senki nem szereti, ő senkinek nem fontos, őróla már lemondott mindenki, ő már senkinek sem kell. És sokszor érezhetjük ezt, ugye, a családunkban is. Amikor beszélgetünk emberekkel, és megkérdezzük tőlük, hogy hogy vagy, és a felszínesen mondja, hogy jól, és mosolyog ránk, és el nem tudjuk képzelni, hogy mennyire tele van az egész élete fájdalommal. Mikor azt mondja, hogy minden rendben van, akkor legtöbbször talán csak sírni szeretne, elmondani baját, bánatát, de kinek mondja el? Ki az, aki megért engem? Nincs emberem. Milyen sok ember szájából felhangozhat ez a mondat. És hány ember szívéből talán kiszakad most is, ezekben a pillanatokban. Talán épp egy házasságban. Együtt élünk évtizedek óta, de már idegenek vagyunk egymás számára. Már nem is ismerjük egymást. Már nem tudjuk megfogni egymás kezét. Nem tudjuk, mit jelent az egyet nevetni, kimondani a másiknak azt, hogy szeretlek. Nincs emberem, egyedül vagyok a házasságomban. És milyen sok szülő mondhatja azt a gyermekéről, különösen, hogyha megidősödik, hogy felneveltem őket, és aztán ezt kapom cserébe. Nem nyitják rám az ajtót, nem jönnek, nem telefonálnak, nem látogatnak meg. Egyedül vagyok, Uram, nincs már nekem emberem. És milyen sok családban mondhatja ezt egy gyermek is, hogy igaz, hogy vannak szüleim, de mégis magányos vagyok, mert ugyan felneveltek, mert ruháztak, mert tanítottak, mert elvittek ide és oda, de nekem nem volt édesanyám és édesapám, aki megfogja a kezemet, aki azt mondja, hogy most összekulcsoljuk azt, és megtanuljuk a mi atyánkot. Nekem nincs emberem, mert nem küldtek a szüleim a templomba, az Isten házába. Én nem tudom, mit jelent az, elmondani egy étkezésnél azt, hogy jövel Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Én nem tudom, mit jelent az, amikor nehézség van az életemben, hogy össze lehet kulcsolni a kezem, és lehet kérni az Urat, hogy segítsen nekem. Valaki egyszer azt mondta nekem, bérházban élek, és tudom, hogy mikor megy el a szomszéd otthonról. Tudom, hogy mikor engedi meg a fürdővizet. Tudom, hogy mikor veszekszik a feleségével. Sok mindent tudok róla külsőleg, formalitásképpen, de semmi közöm hozzá. Nem ismerem őt. Olyan számomra, mintha idegen lenne. Köszönünk időnként egymásnak, de semmi több. És nagyon sokszor látjuk azt, hogy ilyen felületesekké válik az életünk és a kapcsolataink. És hívő emberként bizony figyelni kell arra, hogy ne menjünk el így el egymás mellett. Mert hol van már az elköteleződés, a szerelem a fiataloknál? Ma már együttjárás van, és aztán egyik jön, másik megy. Hol van már egy életre szóró barátság? Ma már haverság van. Ma ő a haverom, holnap majd a másik. Aztán majd lesz egy harmadik. Kiüresedett sokszor az életünk, és kiüresedtek a kapcsolataink, és olyan sok lelkileg magára maradt, magányos ember szájából törhet ki most is ez a mondat,
hogy nincs emberem. És hogyha van valaki, testvérek, aki nagyon is tudta és nagyon is átélte, hogy mit jelent ez a két szó, hogy nincs emberem, az egyedül Jézus. Mert a mi Úrunk, az Úr Jézus Krisztus, amíg itt élt és tanított, sokszor érezte ezt, hogy neki nincs embere. Hiába volt ott a 12 tanítvány között, de sokszor érezte egyedül magát. Egyedül hagyták a Gecsemáné kertjében, elfutottak tőle, azok maradtak ott mellette, akik csúfolták őt, akik aztán tövis koronát raktak a fejére. És amikor csak igazán az Isten maradt ott az Úr Jézus számára a Golgota keresztjén, akkor az utolsó pillanatban az Isten is elhagyta, és Jézus azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És ez az elhagyott Jézus leszállt a pokolra. Ott volt a pokolban, és harmadnapra feltámadt. És bizton mondhatom, hogy nem volt még ilyen magányos ember a Földön soha senki, mint Jézus. Ő teljesen ismerte a magányt, tudta, mit jelent ez, amikor valakinek a szívéből, a lelkéből hangzik fel ez a mondat. Nincs emberem. És Jézus ott a Betesda tavánál pontosan ezért szólította meg ezt az embert. Nem csupán azért, mert már 38 éve beteg volt, nem csupán azért, mert nem tudta fölvenni az ágyát, ugye a nyoszoljáját, így írja Károli, és járni tudott volna, hanem azért, mert érezte, hogy magányos, hogy társtalan, hogy egyedül van. Pont ezért szólította meg, mert meglátta benne azt, hogy milyen az élete Krisztus nélkül, és így szólította meg őt. És sokszor magam is elszégyellem magam, hogyha mi igazán követnénk Krisztust, és igazán keresztény emberek lennénk, elkötelezett, odaszánt életűek, akkor megfoghatnánk az utcánkban a szomszédunk kezét, és azt mondhatnánk neki, gyere és imádkozom veled. Akkor talán az az idős beteg asszony, aki a szomszéd lépcsőházban lakik, nem kellene, hogy elsántikáljon a boltba fájó lábbal, mert azt mondhatnánk neki, hogy segítünk neked. És olyan sok ember szívéből, amikor fölszakad ez a mondat, nincs emberem, akkor a Krisztus követők, a keresztjének, akiknek az életén át kellene, hogy sugározzon, és át kellene, hogy ragyogjon a nap, oda állnánk eléjük, és azt mondanánk, segítünk. És tudom, hogy nincs embered, de imádkozok veled, elvezetlek Jézus Krisztushoz. És olyan szép ebben a történetben, testvérek, hogy Jézus nem csak meglátta ezt az embert, és nem csak meggyógyította őt, hanem beszélgetett is vele. Talán soha senki nem szólt ehhez az emberhez. Talán időnként azt mondták, hogy eredj arrébb, útban vagy. Talán néha oda vetettek egy-egy rossz szót neki, de Jézus szóba állt vele, és embernek nézte őt, és látta azt, hogy mivé válhat majd rajtam keresztül, az én kezem munkája nyomán, az én lelkem érintése nyomán. És így van ez ma is, testvérek, hogy akinek az életébe belép az Úr Jézus Krisztus, akinek az életében Krisztus lesz az Úr, ott megszűnik az árvaság, és ott megszűnik az egyedüllét. Van egy ilyen szép vers, magányos nem vagyok. Azért, mert tudom, hogy ott van velem Krisztus. És enélkül, az Isten nélkül egyedül marad az ember. De ezzel az Istennel, még hogyha társtalan vagy, özvegy vagy, egyedül vagy, nem vagy egyedül, mert tudhatod, hogy ő veled van, mert belépett Jézus az életedben, és nem vagy magányos és társtalan. És olyan szép, hogy Jézus ilyen emberré lett, vállalta a magányt és a társtalanságot. Ugyanúgy volt szomorú, ugyanúgy sírt, éhezett, szomjúhozott, magányos volt, mint időnként te és én. És mégis ennek az embernek megmutatta az utat az Atyához, hogy amikor azt mondjuk, hogy nincs emberem, akkor mégis visszhangozzon a bensőnkben a mondat, hogy nekem van Krisztusom, és van Istenem, és soha nem vagyok egyedül, mert Jézus értem is megszületett, meghalt és feltámadt. És amikor ennek az embernek az életébe belép Krisztus, akkor elkezdenek kérdezősködni
elkezdenek köré gyűlni az emberek. És megkérdezik tőle, hogy ki az, aki meggyógyított téged. Amikor az ember életébe belép Krisztus, akkor Jézus másokat is ad neki. Édesanyákat, édesapákat, testvéreket, nővéreket, nagymamákat, nagypapákat, és igen, ad ellenségeket is. És azért, hogy ne bízzuk el magunkat, hanem tudjuk azt, hogy nekünk mindig szükségünk van Jézus segítségére és útmutatására. Ennek az embernek az életében, mikor belépett Krisztus, és meggyógyította őt a betegségéből, a bűnéből, a nyavajájából, adott köré embereket is. Isten adja, hogy a mi életünkben is lehessenek ilyen emberek. És amikor oda megy hozzád valaki, és azt mondja neked, hogy nincs emberem, akkor tud megfogni a kezét. Tud őt Jézus szeretetével szeretni. Tud őt, ha még nem vezetted el a Golgotai kereszthez, elvezetni. Bárcsak lennénk ilyen emberek, ilyen Krisztus központú, Jézusért élő emberek. Nincs emberem, talán a te családodban is mondhatja most valaki. Menj el, indulj el, szeresd őt, akard őt, és legyen a szívedben az, hogy a legfontosabb, hogy Jézusé legyen az élete. Legyünk ilyen gyermekei, legyünk ilyen tanítványai a feltámadt Krisztusnak. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, drága Úr Jézus, hogy te mindig észreveszed a magányos embert, és köszönjük, hogy így veszel észre bennünket is. És amikor tőlünk is kérdezed, hogy akarsz-e meggyógyulni, akkor talán a mi szívünkből is sokszor felhangzott, vagy éppen felhangzik a kiáltás, hogy nincs emberem, nincs, aki segítsen, senki nem ért meg, nem tudom elmondani a másiknak a problémámat, mert úgy érzem, nem szeret senki. Drága Úr Jézus, engedd, hogy megértsük, hogy te előbb szerettél bennünket, mert meghaltál értünk a Golgota keresztfáján. Segíts, Istenünk, soha ne felejtsük el ezt. És segíts bennünket arra, feltámadott élő Úr, hogy mi hagyd legyünk ilyen emberek a másiknak. Amikor elcsügged, szomorú, amikor sír, hagyd tudjuk kinyújtani felé a kezünket, hagyd tudjunk a te szereteteddel szeretni, hagyd tudjuk őt átölelni, bíztatni és bátorítani. És azt is köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy akinek az életébe te beléptél, az valóban megérzi azt, hogy nem magányos többé, mert ott vagy vele. Lehet, hogy elhagyták az emberek, lehet, hogy teljesen egyedül van, mert már mindenki meghalt körülötte, de mégsem magányos, mert te vele vagy. Kérünk téged, hagyd tudjunk ilyen gyermekeid lenni. Ne csak azok felé, akik bánatban, betegségben, gyászban szenvednek, hanem a családtagjaink felé is. Hagyd tudjuk észrevenni így a férjünket, a feleségünket, a gyermekeinket, az édesanyánkat, az édesapánkat, a nagyszüleinket. Hagyd tudjunk feléjük a te szereteteddel menni, Úr Jézus. Kérünk, hogy áld meg életünket, segíts meg mindennapjainkat. Hagyd leessél számunkra, valóban a legfontosabb. Amen. Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy meghallgatta csendben elmondott imáinkat is. A te nevedben kérünk, aki itt tanítottál bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te országod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindenki kenyerünket, hadd ne védjünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, végképpen mi is nem bocsátunk a szellemi védkezőknek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert a tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Thank you.
záróénekként az áldásvétele előtt, az ige hirdetésére is válaszként a 467. dicséretünk. Mindegyik versét énekeljük, a 467. énekünk így kezdődik: mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunk Jézus Krisztust. Ámen. Áldás, békesség, szép vasárnapot kívánok! Kedves nézőink, mai műsorunk ezzel véget ért. Ne feledjék az adások ismétlésének időpontjait, hétfőn délután 3 órakor, pénteken pedig este 9:30-kor kezdünk. A képernyő alján már is láthatják elérhetőségeinket. Telefonszámunk 29-es körzet 413-511, e-mail címünk gemini.tv@upc.hu, honlapunkat pedig megtalálják a www.gemini.tv.hu címen. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra egy hét múlva, szeptember 9-én 17 órakor.